Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja. Szervusztok, Szabi vagyok a pult innenső oldalán. Sziasztok, Csabi vagyok errefelé. Én Zsuzsa. És a vendégünk pedig... Zahar Gábor, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, a pult túloldalán vagyok. Szép jó reggelt. Miért van az, hogy ennyire szeretjük befolyásolni, módosítani a tudatunkat? Ez valamilyen nagyon mélyen elásott genetikai sajátosság? Én alapvetően azt gondolom, hogy ez már az állatvilágban is megvan, hiszen az állat megeszik valamilyen növényt, valamilyen gombát, és utána úgy érzi, hogy ez számára jó. És azt gondolom, hogy kimondtam a kulcsszót, azért, mert jó. És itt valahol ez a kérdés az arról szól, hogy miről is szólnak a kábítószerek? Hát tulajdonképpen ezt nagyon furcsán meg lehet úgy is fogalmazni, hogy ön is megfogalmazta, hogy módosítjuk a tudatállapotokat. Nem, ez jó. És ettől a pillanattól kezdve azt gondolom, majd itt elindulhatnak a telefonok, hát ha jó, akkor most miért nem engedélyezzük, meg így, meg úgy, meg amúgy, nem 100%-ban jó. És ettől a pillanattól kezdve, hogyha valamire nem tudunk biztosan menni, akkor az abban benne van a veszélyfaktor, van amelyikben kicsi százalékban, van amelyikben nagy százalékban, van amelyikben meg nagyon nagy százalékban. Idefelé futottam, több autó mellett is elszaladtam, ahol egy nagyon érdekes, sajátos függőségben éltek az emberek. Úgy vezették az autót, hogy közben a mobiltelefonjukat nézték, és azt nyomkodták. Hát a budapesti forgalomban ezt meg lehet csinálni idézőjelben, még akkor is, hogy ez nem túlságosan jó, hiszen lépésbe megy a körút, magyarán szólva. Én is autóval jöttem. Több év óta először ültem villamoson, megmondom, drámai találkozásom volt az emberekkel. Részben nem lehet dohányozni a villamoson, ugye én dohányzom, én pipázom, most már elég régóta, több mint 43 éve. Részben pedig, hát ott is ugye smartphone zombikat lát az ember tulajdonképpen, esetek 80%-ában. Nagyon kis százalék beszélget, és a lehető legkisebb százalék az, aki például olvas. Az olyan csodaszámban megy, olyan UFO. De ez egy tök jó szociológiai tanulmány volt a Jászai Mari térről eljutni idáig ugye a Ferenc körútig. Azt kell, hogy mondjam, hogy szép challenge. Én azért szerettem kisgyerekkel utazni mindig ilyen tömegközlekedési járműveken, mert a gyerekek nagyon meg tudták nyitni az utasokat, és könnyen lehetett beszélgetni. Egyébként, hogyha odállok hát valaki mellé, és megkérdezem, hogy hát persze, ez olyan, mint a randi kutya, igen, nem? Igen. Abszolút, kutyával tök jól lehet csajozni, nem? Főleg egy olyan kis helyes kis kutyussal, hogy jaj, és már is ugye megvan a közös nevező. De azért mondtam ezt a mobiltelefon dolgot, mert én azt éreztem, hogy főleg egyszer egy olyan helyzet volt, hogy a zebrán mentem volna át, és nem nézett az autós, mert a mobiltelefonját nézte, miközben a másik kezével úgy fogta a kormányt, hogy dudált is, mert az előtte lévő autós nem haladt át elég gyorsan, és közben kanyarodott. Tehát én nagyon extrém helyzetet csinálok. Akkor én mondok egy jelen példát. Ez decemberben történt meg velem. Nagyon későn, éjjel 11:30, én belakom a belvárosba. Nagyon hideg volt akkor, ilyen -10, jövök szépen haza, vidéken voltam, jövök végig ott a Honvéd utcán, és az a Szalai utcába akarok jobbra bekanyarodni, és ugye ott van egy viszonylag széles utca, és van egy nagy zebra. Ketten voltunk összesen az úton, a gyalogos, meg jó magam. Ugye majd egy időben értünk oda, én indexelek jobbra, ugye világos, a gyalogos megáll, hát most honnan tudja, hogy a hülye autós most megáll, vagy nem áll, de mégsem akarja, hogy éjjel. Én megálltam, ő is megállt. 15 másodpercig álltunk az utcasarkon, amíg a fiatal ember kezével a mobiltelefonjával, hihetetlen sebességgel, amit írt, hát ennyi idő alatt gondolom a háború és békét be tudja tulajdonképpen gépelni. Én ott álltam szépen csendesen, és indexeltem jobbra. Majd a 15. másodpercben azt mondtam, nem, én elindulok, és nem ez a visszakettes padlógáz című történet, hanem szép óvatosan, abban a pillanatban a fiatalember megnyomta az entert, lelépett, és elindult. Nem lett gázolás, nem borult föl senki, és így tovább. Tudjuk használni kulturáltan a mobilunkat? Én nagyon sokat futok kint a Margit szigeten, ugye ott lakom közel. És végig menni gyakorlatilag a Margit hídnak, hogyha Buda irányába megyünk a jobb oldalán, úgy, hogy 3 darab telefonos ember leütközön nekem, az gyakorlatilag csodaszámba megy. Persze lehet szidni, a sok hülye taplaautós, és a gyalogos. Szóval nézzük már meg a mérlegnek két oldalán, azt gondolom. De nem is az autósok ellen akartam szólni. Ez maga a telefonról szól, és nem a technikai eszközről, nem arról a technikai eszközről, amelyik szerintem tök jó, mert mit tudom én, kölyök voltam, azt mondtam ott, hogy 6-ra hazaérek. Nem voltam ott 6:45-kor,
Nem tudom, hogy önök tartanak egy gyereket otthon. Tartunk. Na, oké. Jó, nem ér haza a gyerek 6-ra, akkor 6 óra 10-kor mennyi lesz a szülőnek a vérnyomása? Hát olyan 300 per 200, a púzusa, mi történt vele? Megölték, kirabolták, utóban Albániába prostituáltként, millió egy variációs lehetőség átfut a fejünkön, és a gyerek 3-4-6-kor telefonál, csak hétre jövök haza, mert bemaradtunk az iskolába, a szakkör, elmentünk focizni, a haverokkal megiszunk még egy sört, anya, ne izgulj, és itt el van intézve a történet? El. Tökéletesen. És mindez ugye egy ekkora kis pici készülékkel, amivel bepötyögök egy számot. A mobiltelefon függőség? Igen. Ez a mértéke. Már mi, hogyha haza telefonálok, anya, hogy később érek haza? Nem, amit a 6-os villamosról mondott hát, például. Hát az emberek általában szabad idejükben, akkor egyszerűen elmegy budira, ugye 30 éve mit vittünk budira? Újságot. Keresztelét. Jó, annak más funkciója is volt esetenként, mondjuk egy sima újságpapírnak, ha bár azt gondolom, mai újságok jelentős része. De akkor az is függőség volt? Amikor újságot Nem, az alapvetően csak kitöltöttük, mert van, akinek hamarabb ment az, hogy kiürítse magából a bamlás terméket, van, aki meg ott elődögélt. De hogyha most mobiltelefont viszünk, akkor lehet, hogy ez sem függőség. De alapvetően igen, mert bent is azt csináltuk. Szóval folytatódott a folyamat. Az újságot akkor vitte ki az ember magával, most éppen ült, mit tudom én, valamit csinált, és akkor rájött, hogy úristen, szarnom kell. És akkor fogta, gyorsan elment az újságot, a vonalá csapta, kiment, leült, és akkor ott lapozgatta, most pedig a mobiltelefon ott van mellettünk, és gyakorlatilag ezzel foglalkozunk. Éppen tegnap volt ugye a Smart konferencia az akváriumban, ahol én erről is. Mert pontosan ez volt az előadásom, ez a témája, hogy ez pont a digital detox, hogy tudunk-e kikapcsolni, és tudunk-e lekapcsolni. És azért elég drámai adatok vannak, ugye például Magyarországon van 6 millió Facebook felhasználó. Persze ma már a fiataloknál, ugye a Facebook nem a legpopulárisabb történet, és ezeknek a 25%-a függő. Uh-huh. És ugye ez mit is jelent, hogy az emberek, leginkább ugye a fiatalok, 25%-a ébredés után először a telefonjához nyúl. Uh-huh. 33% legalább elmegy önszöbb brunyálni, és utána nyúl a telefonjához. És a megkérdezettek 0%-a nyilatkozott úgy, hogy gyakorlatilag 24 óránál több időt kibírna a mobiltelefonja nélkül. Uh-huh. Mi ez nem függőség? Ez világtendencia is, nem? Ja, persze, most nem arról szól, hogy itt van ez a csúnya Magyarország, ez a hiper-szuper technikalizált 8K TV-vel rendelkezik mindenki, és fantasztikus, itt önvezető autók vannak, és itt tovább. Lassan ma az, hiszen az emberek a telefonjukat nézik. Című történet. Szó nincs erről, ezek világtendenciák. Abszolút. Persze vannak olyan országok, mondjuk, ahol ez kevésbé van meg. Mondjuk ott, ahol mondjuk az internet elérhetőség mondjuk 5-6%, vagy mint De ez nagyon kevés helyen van. Mi? Ahol az internet elérés rossz. Nézzük meg a legújabb rangsort, és gyakorlatilag számtalan olyan afrikai és ázsiai országban, ahol bőven 10% alatt van az internet elérhetőség. És persze ott vannak a másik véglet, például mondjuk a közel-keleti arab országok, vagy akár Dubaj, és itt tovább, hát, ahol 100%. Ott is, és nagyon olcsó, és nagyon könnyen elérhető. Igen, de a tajföldiek azok, akik vezetik ugye az online listát, hiszen 9,5 órát töltenek naponta, ugye valahogy a hálón, hogy ez most akkor... Hát régen a tévére voltak ehhez hasonló adatok, hogy ki mennyi időt tölt a tévé előtt. Ugye? Igen, de hát Magyarország azért tévénézésben is tök jó időt tud felmutatni, ugye. Átlagban 5 órát ülünk naponta a televízió előtt. 5 órát? Napi 5 órát. Aha. Honnan van ennyi ideje az embereknek? Hányan nem dolgoznak? Ja. Ja, ugye persze most, ha megnézzük a KSH statisztikai adatait, akkor persze nő a munkavállalóknak a száma, de azért csak 3 millió ember azért a szegénység küszöb alatt él, akinek ugye nincs múltja, nincs jelen, nincs jövő, és mit fog nézni? Szappanoperát. Ami a túléléséhez roppantul fontos. Ja, és akkor villanypásztorként működik a tévé. Nem villanypásztorként, hanem ül előtt és kiszabadul a saját pszichoszociális gettójából, amikor nézi a törököt, meg a koreait, meg a dél-amerikait, mert ő ezzel együtt él, mert különben megpusztulna. Az, hogy Magyarországon valaki a mély szegénységből eljusson az alsó középosztályig, ez 220 év. Azt ez nagyon ramadkozott. Kevesen tudjuk kivárni. Nagyon kevesen. Írországban csak 110. Ami szintén azért nem egy olyan, ami ma így mondjuk akár itt bármelyikünk számára mondjuk egy biztató jövőképet jelentene, de azért az még csak fele a 220-nak. Én azért említettem egyébként ezt a mobiltelefon dolgot, mert azt vettem észre, hogy hogyha végigjátszottam ezt a játszmát a kanyarodó autóssal, hogyha ő elüt engem, akkor mind a kettőnknek nagyon rossz, de valószínűleg az ő lelkiismerete lassabban fog meggyógyulni, mint az én testem. És hogy hát ezt látom, jó, az én fikciómban éppen ez van benne.
És hogy azt látom, hogy vannak függőségek, ahol az ember feláldozza a saját egészségét, vagy akár az életét is a függőség érdekében, és az már egy nagyon érdekes szituáció. Alapvetően a függőség az ugye egy belső értékrend átalakulást jelent, mert ez számomra fontos. És ez mindig ott van fönt a spiccen, és erre mindig lesz pénzem, paripám és fegyverem. Nagyon egyszerű történet, és most ne az alkoholon lovagoljunk, hanem a dohányzáson. Baromi intenzív függőség a nikotin függőség. Ugye megvan ennek a biokémiai magyarázata. Magyarországon 20 ezeren halnak meg évente valamilyen dohányzás okozta megbetegedésben. 30 ezeren alkohol okozta megbetegedésben, ami annyit jelent, hogyha ettől a pillanattól kezdve, hogy most minden magyar leszokna a dohányzásról és leszokna az alkoholfogyasztásról, akkor nagyjából egy ember öltő múlva, ha hasonlóak lennének a születés a halálozási adatok, akkor egálba lennénk. Ugye most 90 ezeren születnek és 140 ezeren halnak meg évente. Ez pont egy 50 ezeres különbség. 30 ezer pia, 20 ezer dohányzás. Van remény? Csapjuk még hozzá a sportolást is, tehát hogy legyenek aktívabbak az emberek. Mint halálozás? Nem, hanem mint függőség. Mint függőség, hanem hogy hogyan lehetne javítani. Továbbra is háztartási balesetben halnak meg a legtöbben. Nem, szív- és érrendszeri betegségekben. Hát, megdaganat. Háztartási baleset az semmi, az túrózott. Az legenda, akkor. Persze. Hát itt van egy csomó olyan betegség, amelyik... Visszatérve... Többen halnak meg szívinfarktusban, mint az, hogy leesnek a létláról. A zeneszünetben majd megnézzük ezt az jó. Én azt akartam megkérdezni, hogy a függőségeknél, például a dohányzásnál, vagy a telefonozásnál van ez a támasz jelleg, amikor azt hiszem, hogy ezzel együtt én egy másabb, több, kiemeltebb státuszt foglalhatok el, mert mind a kettő valahogy egy ilyen kis burkot von körém. Ez nem feltétlenül jelenik meg már a függőnél, de a kezdetekben igen, hát ez nálam tökéletesen megjelent, amikor én elkezdtem dohányozni. Persze, én 15 évesen kezdtem el pipázni, és hát nem azért kezdtem el pipázni, mert akkor most cigarettázok, szivarozzak, vagy pipázok, hanem azért, mert nagyfiú akartam lenni 15 évesen. És ez tök normális. A cigarettával megvolt a szokásos találkozás, ugye Verespálné gimnázium budi. Szerintem ezen nagyon sokan keresztül estek ezeken a történeteken, de az valahogy nem jött be, főleg ugye akkor zsitán nevű cigarettát szívtunk, ugye ez a légiós cigaretta volt, majd meg fulladtunk tőle, folyt a könnyünk, ugye alig tudtunk beszélni tőle, de azért nagyfiúk voltunk, de nem volt számomra egy igazán nagy deal. A pipa sokkal inkább, és ugye ott volt a pozitív szociális, mint ugye apám is pipázott, ugye jó minőségű pipával, jó minőségű dohánnyal kezdtem, nem valamilyen szírszarral, és hát rajtam ragadt. És ráadásul még otthonról én nem kaptam semmiféle ilyen negatív visszajelzést. Ugye édesanyám cigarettázott, nem is keveset, két doboz kék daru, ugye annak idején, és hát apám megpipázott. Na most ettől a pillanatok kezdődők azt mondanák, hogy fiam, hogy ne csináld, az olyan álságosan hangoznak. Milyen összefüggés van egyébként az, hogyha a szülők dohányoznak, és a gyerek nem régen, és most? Tehát, hogy tök más függőségek vannak ma, amiket például a szülőktől már nem láthatunk, vagy nem láthatnak. És régebben azért a szülőktől gyakrabban láttuk azt, hogy dohányoznak. És ma már kevésbé látják, mégis az van, hogy a fiatalok körében már sokkal korábban és intenzívebben kezdődik a dohányzáson. Hát a 16 éves fiatalok azok az Unióban a legtöbbet dohányoznak Magyarország, a magyar fiatalok. Úgyhogy tényleg elmondhatjuk azt, hogy nekünk Magyarország az első, és Magyarország jobban teljesít. Szóval ebben a statisztikában, persze az alkoholban is ugyanúgy állunk, a fiúk elsők, a lányok pedig harmadikak, úgyhogy a lányoknak üzenem minden, hogy hajrá. Szóval még csak április eleje van, szóval van még idő utolérni tulajdonképpen a legényeket. Igen, persze, hát egyre kevesebb szülő dohányzik, és a gyerekeknek a dohányzási rátája az azért emelkedő tendenciát. Ez megdönti ezt? Alapvetően nem feltétlenül kell, hogy ezt megdöntse, viszont itt a kortárcsoport minta az, ami elég jelentős. Hát, na gyere, gyújtsunk rá. Mondja ezt mondjuk a 18 éves, a 15 évesnek. Mm. És a 18 éves, az ugye dohányzik, vagy miért lehet, hogy neki 15 éves korban ugyanígy beszólt a 15 éves, és ugye a kicsi az meg olyan szeretlene, mint a nagy. Mm. Részben fél attól, hogy beszólnak neki, na mi van, válsz meg, nem mered, kis köcsög. És akkor a kis köcsög persze, hogy rá fog gyújtani, mert ő nagyfiú akar lenni. Ez valahol szülőhiba, mert ugye nem tanítjuk meg a gyereket arra, hogy ki az, akitől elfogadom a kritikát. Az, akinek adok a szavára. Na most attól, mert ő beszól nekem, hogy köcsög vagyok, ez nem azt jelenti, hogy köcsög vagyok, mert én tisztában vagyok a saját értékrendemmel. Című történet. Uh-huh. A másik az, hogy a kortárcsoport nagyon intenzíven tudja egymást alakítani. Szóval
szóval hiába kezd el magyarázni most az a, mit tudom én, tök jó fej, amúgy 50 éves matematika tanár, hogy gyerekek, ne gyújtsatok rám, és akkor elmond egy csomó medikalizációs adatot, halálozásokról, tüdőrákról, dohány, mit tudom én, ilyesmikről, amikor a kortárcsoport mintán belül ez a divat. Uh-huh. És a társaság is ezt követi. És hogy lehet, hogy divat közöttük, miközben egyébként a világ abba az irányba megy, hogy nem. És azért a világ statisztikák azt mutatják, hogy ez kevésbé trend. Mert egy picit rossz oldalról fogjuk meg ezt az egész történetet. Mert ugye hát, ha megnézünk egy dohányos zacskót, egy cigarettás dobozt, hát a vérköpő, a csokfatagalma, kétfejű spermium, impotens leszel, szívinfarktus, levágják a lábad, csupa ilyen étvágygerjesztő történet. Tudunk 15-16 évesen tudatosan előre gondolni? Hát szarunk bele, nem? Hát mit érdekel engem, hogy 35 éves vén fasz? Hát ugye 35 éves, az 15 évesen egy öreg embernek látja az ember, hogy akkor most itt mi lesz velem? Engem a holnap után, meg az után érdekel. Svédországban jól csinálták, mert ott több mint 30%-kal csökkent a dohányos fiataloknak a száma. Egyetlen egy mondat miatt. Ha dohányzol, büdös leszel. Gondoltam, büdös leszel, hát nem fogsz csókolózni. És tök jó. És én is, amikor itt bejöttem, már gondolom, itt nem lehet dohányozni itt a stúdió környékén, de olyan cigarettaszag volt itt a folyosón, hogy így vágni lehetett a halványkék füstöt. Szóval, mert ott éppen látott egy fiatal ember, nem is éppen cigarettával a szájában. Mm. Szóval, jó, persze, ez olyan álságos mondat volt a részemről, mert nekem a kórházban, a szobámban a füstérzékelőnk két lábzsák volt fölrakva. Hát igen, a dohányzásért mindent megtesznek az emberek. Ugye a legjobb, amikor az irodaház előtt fagyoskodnak télen. Mint a tojógalam, nem? Egyik kézben kávé, másik kézben cigaretta. Akkor is, hogyha mínusz 10 fok van, és fúj az északi szél, ott van a kis kosztümbe, öltönykébe, stb. Persze, ez így van, mert ez egy baromi intenzív függőség. És tök érdekes azt is ugye észrevenni, hogy a dohányzási szokásaink hogy alakultak át. Szóval kezdetben, ugye még a relatíve megfizethető dohányáruk mellett, ugye az ember ki tudta kalkulálni azt a 26-28 doboz, kemény dobozos piros Marlborót. Jó, hát nem feltétlenül mindig a trafikból, nem? Hát jött az ukrán csávó, a szíriai kölyök, hát hozta, hát... Kocsi hátuljában. Hát abszolút. És mára ebből Töltöm tekerem című történet lett. És ugye mondjuk 30 éve bement valaki egy trafikba, és akart venni dohányt meg papírt, akkor azt mondták rá, hogy kábítószeres. És ma hát 60%-a a portfóliónak a töltőmtekeremről, tudom, én nem tudom, én egy helyre járok ide a Rákóczi térre, itt van egy olyan dohánybolt, persze a Pipatóriumban, így van, dohányt venni általában mindig, mint tudom, avont elmegyek és veszek 4 kartonnal, és akkor az úgy nekem elegendő, de ott is ugye hát az acskók, a dohánya, a papír meg a hüvely, ez viszi el a portfóliónak a jelentős részét. És ugye a kórházról volt szó, és függőségről nem hiányzik? De a kórház az, nem a kórház hiányzik, a munka hiányzik, mert a kollégáim hiányoznak, de hát kompenzálok, mert egy másik történet, ugye a mentők, hogy visszamentem mentőzni, úgyhogy kocsizom, imádom. És fent kocsin rendesen? Tehát nem is vezető hát orvos? Hát nem kocsi alatt, hát miért a mentőzésben nem az a lényeg, hogy az ember ott ül az íróasztal mögött. Hát hanem az, hogy ott van bent, és akkor csörög, legutóbb vasárnap éjszaka kocsisztem, és volt a Váci úton ez a csávó, akinek ott az autójából kiszakadt a motor, és akkor benne is volt a hírekbolt mindenféle. Ott például mi voltunk kint annál, azt ott kiszedegettük a versenyzőt az autóból. De jó, én azt gondolom, hát én 82-ben léptem a mentőszolgálathoz. Azért nem tegnap volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy ilyetetlenül élvezem, hogy most megint sima, egyszerű, normál, kivonuló mentőorvosként. És mennyiben más ma, mint 82-ben? Hát mások az autók, egy csomó-csomó új ember van, persze van még egy-két régi kollégám, éppen vasárnap a Bali Tomival kocsisztam együtt, akivel még annó időszámításunk előtt Budán Fárfárövé, ugye nagyon-nagyon sokat kocsisztunk, és hát ilyenkor mindig előjönnek ugye itt a régi történetek, és múltkor egy ilyen fiatalember megkérdezte, akivel együtt, hogy mióta mentőzöm, mondtam 82, hát azt mondja, ő még akkor meg se született, ugye. És együtt dolgozunk, ugye ő volt gépkocsi vezetőként volt a kocsin, úgyhogy... És akkor nem változott a feladat sokat? Hát rengeteget, sokat megyünk, de hát ugye igyekeznek talán ugye az öreg embernek olyan feladatokat adni, ami mondjuk kicsit ilyen fajsúlyosabb történet, szóval nem feltétlenül ez a két hete keresztbe állt bennem a fing, és akkor most azonnal mentőt hívok, mert hát azért
a magyarok azért tudnak ravasz dolgokat produkálni, ugye már mint ilyen mentőhívás kapcsán, meg amúgy a sürgősségi osztályon is természetesen. Szóval a kollégáim hiányoznak rettenetesen. Elnézést, ez más országokban is így van, hogy az öreg nénik délutáni programnak beülnek a váróba, vagy bemennek egy sürgősségire, vagy mentőt hívnak magukra? Igen, szokott ilyen előfordulni, amikor én legutoljára most még most lassan egy éve, hogy kim voltunk Angliában, ott megnéztük a Stoke on Trenti sürgősségi osztályt, ami gyakorlatilag ugye Anglia egyik legnagyobb sürgősségi osztálya, napi 200-220 beteggel működik. És ugye ott is ugye 4-5 évvel ezelőtt megfutották ők is ezt a történetet, várakozási idővel, stb. Mint hihetetlen jól oldották meg, az, hogy szétbontották a sürgősségi osztályt több részre. Ahova eleve ugye ott is van ez a family practitioner, ugye ez az alapellátási egység, ami azt jelenti, hogy Dőfös néni azzal jön be, hogy akkor eleve jogilag a sürgősségi osztályon van, ami ekkora, és itt most mutatok nagyjából egy ilyen egyméteres valamit, de abból valós sürgősségi betegek, mutatok egy 10 centis valamit, akit mondjuk elgázol, leesik, infarktus, stb. Az mondjuk egy 10-15 centi. A többi, az a sürgősségi osztályon belül működő decision unit, ugye megfigyelőtől, kezdve a family practitioner vonalon keresztül mozog, ami már ugye eleve nem arról szól, mert nálunk is, ugye a sürgősségi osztályon az a beteg, aki azzal jön be, hogy egy friss stroke-on van, infarktuson van, elgázoltak, tüdőembólia, stb. Az nálunk is villámgyorsan véghalad magán a rendszeren. Csak az, aki azzal jön be, hogy hát most már 3 napja fáj a hasam, most már péntek este 8 óra van, most már igazán elmegyek orvoshoz, már nem rendel a házi orvos, a szakrendelő sem működik, akkor most már akkor itt a pillanat. Azok a várakozási idejű történetek, de hát ugye egy másik fontos dolog, hogy a technika az túllépte az embert. Szóval valaki bejön azzal, hogy kérem, tegnap elestem, mert mit tudom, görkorcsolyáztam, beütöttem a fejem, utána egy ilyen 5-10 másodperc, hogy nem emlékszem, most picit fáj a fejem, ez az amaz, jó, megvizsgáljuk, megnézik, elmegy egy koponya CT-re, egy natív koponya. Mondjuk fiúról van szó, mert akkor nem kell előtte ugye terhességi tesztet nézni, mert a CT azért sugártelei szempontjából nem biztos, hogy jót tesz mondjuk egy szeder csíró állapotban lévő versenyzőnek. Akkor elmegy a CT-be, majd egy 128 eletes CT, natív koponya felvételt, a befekszem, fölállok, és tól az gyakorlatilag nem több, mint másfél perc. És utána elindul, és 5 perc múlva visszajött a sürgősségi osztály, és azt mondja, hogy meg volt a CT, mikor mehetek haza. És mikor lesz lelet? Mondjuk 3 óra múlva, azért, mert a radiológus guvadó szemekkel aznap a 47. CT-t néz, és nem mindegyik egy negatív koponya CT a fiatalnál, hanem amikor ott a hasnyálmirigyben valami kicsi lótúrót kell észrevenni, és így tovább, és így tovább, és a beteg morog, hogy itt ülök 3-4 órája, és semmi, már réges-régen megvolt a CT, és ez a sok állat, már mint ezek vagyunk mi, ugye, nem engednek engem haza, és így és mennyit kell várni, és ne felejtsük el azt, hogy egy rossz történet az egészségről mindenkinek van. És a jó történet az baromira senkit nem érdekel. Ez olyan, hogyha az ember bemegy egy boltba, és egy boltba szépen kiszolgálják, és megmutatnak neki 34 égigérő vasberregőt, és ő kiválasztja azt, ami neki pont jó, utána megköszönik, becsomagolják, és köszönjünk, hogy itt volt. Az nem sztori. Akkor leülünk a közösségi médiára, és beírjuk, hogy voltam az égigérő vasberregő boltba, és az a kedves fiatalember vagy kisasszony tök jó kiszolgál, de azt mondja, itt van bazd meg ez az égigérő vasberregő, más nincsen. Akkor rögtön kirohanunk, megyünk haza, és már is beírjuk, hogy az égigérő vasberregő boltba hogyan bántak velünk. Furcsa állat ez az ember. Müller Péter csinált egy érdekes kísérletet, hogy pozitív híradót sugároztak egy ideig, de azt hiszem három adás után. Talán egy újság is volt, ami így próbálta, jó hírek, hogy senkit az ég adta világon nem érdekel. Ez is függőség, hogy szörnyűségeket szeretünk hallgatni? Nem, alapvetően ez a borzongásról eltölt bennünket című történetről szól. Ami hál' Istennek persze nem velünk esett. És ez miért jó? Mert szeret az ember borzongani, és nem olyan nagyon durván, szóval nem feltétlenül itt mindig valami ilyen 18 piros karikás horrorfilmen, ahol felszabdálják az áldozatot. De az például tök érdekes volt, amikor ugye még már most rendszerváltás után nézzük, amikor néztük ugye a híradóba, és láttuk ugye, hogy most Párizsban tüntetnek a diákok, meg Berlinben, meg itt, meg ott, meg amott, és akkor jönnek a rendőrök, és akkor könyvgáz, meg stb. És amikor volt ugye Budapesten is ugye a tévé, a Ferenc térieki csata, vagy a Felszab téri csata, és így tovább, hogy tökre ledöbbentek az emberek, mert ugye eddig ezt hol láttuk, hogy a tévében. Máshol. Az oké, és akkor rendőrök, és akkor volt mondjuk 40 másodperc bevágás, stb. És amikor az orrunk előtt lejátszódik ez a történet, akkor
nem tudunk ezzel az egész dologgal tulajdonképpen mit kezdeni, mert nem szoktuk ezt, és az ott tökre látszódott például akár a rendőri munkán is, hogy akkor még semmiféle gyakorlata ugye a rendőröknek nem volt ebbe az egészben. Hát én akkor pont ügyeletes voltam, és egy csomó rendőr fiúkát hoztak be, és ugye ott az egyik mondta nekem, úgyhogy egy ilyen 20 éves, már komoly tapasztalatokkal bíró rendőrfi, akit fölvezényeltek valahonnan, Bihar, Somogy, akárminek a végéről, ugye itt a háborúra, hogy doktor bácsi, ugye nem enged vissza. Mert én végtően be volt szarva, amit meg is értek, hát őt legfeljebb időnként üldözte a csávot, aki ellopta a szomszéd fűkaszáját. Ja, hát azért reméljük, hogy ilyen hétköznapi csatákban nem esünk bele, de a másik véglet az igazság ellenőrzés. Most tegnap jött ki egy cikk arról, hogy egy csomó újság ugyanazokat a Brazíliába készült fotókat leközdi egy belga, egy angol, vagy egy más eseményhez, és természetesen az, mivel nem Magyarországon történt, bele se gondolnak ebbe, hogy ez egy illusztráció, ez nem azt a hírt illusztrálja, és ez a hírhamisítás része... Érdemes beszélni a magyar sajtóról? Szerintem nem a sajtóról. Nem is ért. Szerintem a magyar futballról beszéljünk inkább, jó? De egyébként megnyugtató, amit most hallottam, mert én azt hittem, hogy a hírek attól ilyenek, mert vámpírok szerkesztik őket, és alapvetően vámpíroknak szól, ezért van benne ennyi vér. De hogyha ez is valamilyen mély kódolás bennünk, akkor... De általában más szenvedését szeretjük látni. Aha. De ez valószínűleg azért van ez, nem? Mert azok nem mi vagyunk. Másokkal mennyi minden rossz történik, bezzeg, én itthon ülök kényelmesen a fotelba, és kapcsolgatom. Így igaz. De a közös öröm, arról ne feledkezzünk meg, egy jó koncert, vagy valamilyen közös élmény, ami pozitív irányba, és nem egy borzongás felé viszi el, azért az is még működik, még van ilyen, hogy... És hagyd mondjak erre is egy abszolút pozitív példát, gondolom Jack White neve önnek biztos mond valamit, többieknek is. Ugye most eljönnek 4 koncertre a Recounters, ugye Európába. Nem. Májusban. Én már, nekem már van jegyem. Én nekem ott maradt le, hogy ő csinált egy olyan lemezkiadót és nyomó gépsort a kis városába, Detroitba, ami a világon megemlegetik, mert a legmodernebb lemezgyárat hát, csinálta és, meg. És ugye ez a Third Man Records. Ja, az ugye, az. Abszolút. És például Jack White azt mondta, hogy neki hozzá a koncertre nem lehet bevinni mobiltelefont. Mert ne arról szóljon, hogy gyerek, itt vagyok a Jack White koncerten, és kurva jó, és posztolok magamon egy képet, nem, hanem élvezd ki a pillanatot, és majd ha kijöttél, akkor utána írd le, hogy szar volt, jó volt, ez volt, az volt, nem az volt, és tényleg ne arról szóljon. Hát most voltunk szombaton Hobo koncerten, ugye, azt kell, hogy mondjam, hogy tök jó volt az életmű koncertje Hobónak, tök jól összeszedte, jó zenék voltak, stb. Az új lemezéről a Hey Magyar Joe-ról is játszott le. Hey Magyar Joe. Hey Magyar Joe. Ez a Hey Joe-nak egy, ez a nemzetibe egy darab. Ez most volt. Ezt ő játsza egy kárpátaljai színész sráccal és zenekarral, ezt tulajdonképpen végig éneklik. És a történet alapvetően arról szól, hogy a pártfunkcionális apukának 2 gyereke van, az egyik gyerek az befut, a végén még a tévéhez is eljut, ugye, mint riporterként, a másikból pedig villamos kalauz lesz, és akkor hozzámegy valami jó kis csajhoz, az állandóan elégedetlen, majd elkezd parakúrni, mármint a csaj, és akkor egyszer korábban megy haza a fiú, meglátja, előveszi apja vadászpuszt, és lelövi. Ez a Hey Joe, where are you going? Igen. Történet. Ebből indult el a történet, és utána akkor ő börtönbe kerül, börtönélet, kiszabadul, és akkor ugye, amikor 16 vagy 18 után kiszabadul a börtönből, akkor mihez tud kezdeni a világával. Erről szól, ez egy nagyon jó, kis majd... Rock opera? Nem, ketten szerepelnek benne a Hobo, meg ez a zenés darab? Zenés is, van egy 5 fő zenekar, azokkal, akik kerészben föl is lépett ugye itt az egész történetben, és ott is például láttam, hogy millió ember tartotta, és akkor itt megosztott, itt vagyunk Hobókoncerten, élj a pillanatnak. Ez jól hangzik nagyon. Akkor egy kis Moris Andrival átvezetnénk ezt a dolgot, mert a felkészülési fázisban kiderült, hogy a budapesti 89-es vagy 93-as kongresszusi központos Antal Imre vezette Moris André koncerten részt vett a mai vendégünk. Vajon melyik lehetett a kettőből? Erre már én sem emlékszem, megmondom őszintén, ez olyan régen volt. Minden esetre a barokk trombita zene szerelmese az egyik, hát nem is tudom, így azért Jack White mellett egyik zenei szerelme, úgyhogy most átkötőben ez következik, harmadik utast hallgatjátok, Zahár Gábor a vendégünk, rövidesen visszajövünk, és lehet majd betelefonálni. Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
A vendégünk pedig dr. Záher Gábor, és a szünetben arról kezdtünk el beszélgetni, hogy a közösségi média függőség a fiataloknál milyen mértékben jelenik meg, mint a kilavatlanság egyik előszobája, vagy nappali szobája. És én fel sem tudom fogni, hogy mi lesz ezekből a gyerekekből, akik mondjuk 4, 6, 8, 9 éves koruktól kezdve rendszeresen nem alusszák ki magukat. Én azt gondolom, hogy ez idegrendszeri alapon beépülő problematika lesz, de tényleg így van-e? Hát az, hogy mi lesz majd, ezt tegnap is így zártam az előadásomat, ez majd 40 év múlva fog kiderülni alapvetően. Most csak tippelgethetünk meg, itt próbálhatunk ugye okosok lenni, de nem fogjuk tudni alapvetően megmondani. Lehet, hogy ez az új generáció átáll arra, hogy sokkal rövidebb ideig ki tudja magát pihenni, rövidebb idő alatt jobban föl tud töltődni, olyan meditációs technikákat alkalmaz, amivel gyakorlatilag 10 perc, 1 óra alatt föltölti, vagy a mikroalvásos dolgok bejönnek, ez a délután 15 perc szundikálás az hihetetlen jól föl tudja tulajdonképpen tölteni az ember. Erre át tud állni egy szervezet? Nem tudom. Megmondom őszintén, nem tudom. Jó eséllyel igen. Én nem alszom sokat. Én gyakorlatilag 4-5 órát alszom éjszakánként, ami 1000 éve ez már bennem van, ez a dolog. Persze ezt szoktam meg az ember, ugye a kórház ügyelet, az nem arról szólt, hogy az ember 8-10 órákat szuszolkált szépen kényelmesen ott bent, de ezzel ugye egész jól el tudok működni. Mondom, nem tudjuk ennek milyen kimenetre lesz, mint hogy például annak se tudjuk a kimenetelét, és ez is egy fél éves vizsgálatnak az élethosszígra extrapolált adata, hogy a fiatalok a közösségi médián az életük során 5 év 4 hónapot töltenek el. Na jó, ez így soknak tűnik, ez most 5 év 4 hónapot tölt el, hát persze nem úgy, hogy akkor 15 éves korában persze leül, és 20 persze éves korában, és 4 hónapos korában föláll, és akkor azt mondja, hogy innentől kezdve kész. Hát ezzel még annó, mikor még egyetemisták voltunk, volt nekem egy jó barátom, aki Gödöllőre járt ki egyetemre Budapestről, és kiszámolta azt, hogy az alatt az 5 év alatt, amíg egyetemista, hány órát ül ugye a zöld aknyon. Ez a hév volt ugye annak idején, és hát elég komoly idő jött ki gyakorlatilag, majd egy fél évet töltött ugye rajta a héven, hiszen ő minden nap ugye kiárt, visszajött, kiárt, visszajött, és hát azért az csak napi 2 óra hévezés, ezt ugye elkezdi az ember felszorozni, és elég jelentős idő jön. Szóval de például azt mondom, hogy az autónk, amit ugye megvásárolunk, és amivel járunk esetenként, az a teljes tulajdonban lévőnk időknek körülbelül, és most egy átlag felhasználóval van szó, nem futja, nem 10%-át az, amit gördülve tölt. Most tartunk azért egy autót, hogy amik tulajdonban van lévő, hogy 90-95%-ában nem használom. Ó, ez a szám sokkal magasabb, mint amit én képzeltem. Úgyhogy jó, persze most nem egy taxisofőrről van szó, persze, világos, hanem egy világos, tök normál átlag magyar honpolgárról, akinél gyakorlatilag 10%-át sem futja az autó ugye annak az időnek, amíg a gazdi tulajdonában van. És akkor itt megint ez egy érdekes jövő közösségi közlekedésé lehetne, hogy a közös autók, mint hogy most már ugye vannak ez a kicsi-pici elektromos autók, amire ugye fölregisztrálok, és akkor innen oda elmegyek, levonják azt a X forintot, az kész, ott lerakom, az csókanyó. Igen, most sikerült 9 éves gyerekeket elkápráztatni, amikor kérdezték, hogy milyen autónk van, és hány is mondtam, hogy körülbelül 580 autónk van, és majdnem minden. A város különböző pontja. igen. Hát ez nehéz, ez a nem megosztás, ami abból Amerikában ugye próbáltak már nagyon régóta csinálni mozgalmat, hogy a különböző külvárosokból bejáró autósok nem mind egyedül üljenek benne abba a kocsiba és csináljanak hatalmas nagy légszennyezést és dugókat, hanem próbálják meg azt, hogy 4-esével, 5-ösével, mint azon a héten Pistivel, utána Lacival és Ferivel bemenni együtt a munkahelyükre, hiszen ugyanoda mennek dolgozni. Hát igen. Ez érdekes, és ez mindig ezeken a például ezen a Smart konferencián, mert többször visszatértem, a tavalyon ott ez egy nagyon komoly volt, hogy az új közösségi közlekedésnek a lehetőségei mondjuk egy olyan méretű nagyvárosban, mint Budapesten, hogy ez mennyire működhet például ilyen önvezető buszoktól kezdve, ugye itt az okos autóknak és így tovább, abszolút nem az én témám, érdeklődve hallgattam.
És mi volt a megfejtés, ugye, hát valami... Nem tudom, megmondom őszintén, annyira engem nem rász fel ez a történet, mert ha már mondom, most villamosra jöttem, de ha ma bárhova fogok menni, majd autóval fogok menni. Igen, de hát ez a megosztósdi, ez nem csak a közlekedésben számít, hanem tényleg a kultúrában, a kulturáltságban is. Tehát az, hogy az emberek már a kultúráról szerzett információikat is általában valamilyen algoritmus alapján kapják. Tehát, hogy elindítanak egy playlistet, és már a következő számot feldobja nekik. És igen, ők már nem fognak ott válogatni, hogy melyiket rakjam be abból, mert már fel se dobja. Tehát most a Morris Andrékat, ahogy hallgattam, meg keresgettem, hát azért keményen meg kell küzdeni azért, hogy egy jó kongresszusi központos koncertet találjon az ember, mert ugye tök mások vannak feladva, más relevanciával dobják fel, de ez a kultúrafogyasztásnál szerintem ugyanúgy nagyon fontos, hogy hát az embernek legyen saját döntőkéje, és hogy ne hagyja azt, ami most az algoritmikus világban nagyon előjön, ez a szájbarágásnak egy módja. Olyan majd elmondja. Igen. De mennyi idő, amíg kialakul ez a döntőke? Tehát azért az előbb gyerekekről kezdtünk el beszélgetni. De hát onnan indul az egész, és ugye a gyerekeknél meg pláne egy szülő és egy kisközösségi minta az, ami ezt befolyásolja elsősorban. És az, hogy a net használatra nincsen, tehát a szülők nincsenek felkészülve. Hogy ne lennének felkészülve? Hát naponta látok olyat, hogy tolja a kisgyerekét az anyuka, de az a már gyerek bocsánat, az anyuka, gyökerészni. Az anyuka az lehet, hogy az ágyzsembe tartozik, hogy ő mondjuk 95-ös születésű, mert az igen, még tolja. Mert annak lehet ma már, nem? Annak lehet ma már egy éve, bőven lehet. És akkor most ha majd adjuk meg a hagyományos magyar közösségeknél, nem a 14 éves korunkban már szültünk című történetről szól a dolog. De az más itt nem arról van szó, itt mondjuk az én korosztályomról van szó, aki teljesen másban szocializálódott. Én ugye 30 éves voltam, amikor a rendszerváltás megtörtént 90-ben. Szóval a mobiltelefon, hát még láttuk ugye a 60-as csávókat ugye menni a piros meg zöld zakóba, ugye nagyfiúként, ugye meg az első ilyen övreakasztható Nokiák, azok ilyen státuszszimbólumok voltak, és akkor két pasi találkozott egymással, beszélgetik, és az egyik így félrehúzta egy az akóját, mint a vadnyugaton. Ugye a pisztoly, a pisztolynik, és nem a Colt, itt volt betűzve ekkora nagy telefon, és akkor a másik látta, hú, hát bazd meg, ez fontos ember. Ennek mobiltelefonja van. Ma pedig szerintem, aki megengedi magának, hogy nincs mobiltelefonja, az igazán jó. Hát van szokták el? Mondani, hogy erre fordított időt. Lógrának a páromnak nincs a mobiltelefon. Na, van egy telefonálunk. 215-37-73 a számunk. Szia, hallgató! Sziasztok, Laci vagyok. Erre szerintem senki nincs fölkészülve, nem csak a szülő, tehát hogy nem csak a gyerekek nincsenek fölkészülve, hogy mi várja őket ezzel a technikai eszköz használattal, a szülők ugyanúgy nincsenek fölkészülve, és nem is lehetnek. Másrészt viszont, ha ilyen evolúciósan szemléljük a dolgot, az elme, vagy annak az alapja, az idegrendszer a fejünkbe, azért föl van készülve arra, hogy ezeket a változásokat lekezelje. A bizonyos értelemben ezeket a rövid hatótávolságú változásokat, hogy van egy új eszköz, aminek az ilyen hétköznapi használatát meg kell tanulnom, erre az evolúció tök jól felkészítette az emberi idegrendszert, vagy az emberi elmét. Igazából azzal van a bajunk, amikor ilyen hosszú távú, ilyen nem közvetlen léptékű változásokat indukálunk az eszköz használattal, azt nem tudjuk belátni, nem? Hát elhangzott ez is, hogy azt nem tudjuk, hogy fog ez kihatni hosszú távon. A nem alvás, hogy alakítja át a hétköznapi életünket teljesen ez a... Hát vagy ez a virtuális szociális hálózat, amiben belecsatlakozunk egy ilyen Instagram, Facebook, egyéb. Hát meg alapvetően, hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk az én nagyapám és dédnagyapám életek között érdemi különbség nem nagyon volt. És aztán ahogy közelítünk ugye a mai világhoz, ugye egyre mélyül a szakadék. Például az én fiam és az én életem, amiben felnőttünk, című történet között óriási nagy szakadéktátong már, és mondjuk ami az én szüleim és az én közöttem életkülönbség az ennél sokkal kisebb volt, és a szakadék az exponenciálisan fog nőni. Biztos vagyok benne. Hiszen hosszú éveken keresztül, hát most az, hogy persze útközben mondjuk eljutott valaki a déli sarkra, meg felfedezték Közép-Afrikát, hát most érdekelt ez itt valakit mondjuk 1897-ben hajdudorogon Magyarországon? Hát nagyon nem érdekelt, azért volt hatása. Semmi. Az ő életére semmi.
Az ég a világon semmi hatás nem volt az ő életére. Ő pontosan ugyanúgy reggel kihajtotta a tehenet, tisztában rendbe rakta a malacokat, kiment a fődekre, stb. Stb. Semmi az ég a világon. Hatása nem volt, mert el sem jutott hozzá az információ. Talán el sem hagyta a falut egyébként. Hát így van, így van. És ettől még ő úgy érzi, hogy teljes életet élt. Úgyhogy, de ez a mai felgyorsult világban ezt már nem lehet egyszerűen megengedni. Nincs információd, nincs hatalmad, nem tudsz túlélni egyáltalán. Hát például az egészségügyi információ mennyisége, ami ugye a orvostudományosról 7 havonta megduplázódik. Ami azt jelenti, hogy amikor én végeztem az orvosiskolába, itt innen pár méterre, akkor úgy nagyjából az ember tiszta volt azzal, hol tart mondjuk az onkológia, filorgégészet, szemészet, stb. És utána annyira jön a felgyorsult ez a világ, hogy az, hogy ma milyen onkológiai terápiát alkalmaznak egy ilyen-olyan, amilyen daganatnál, milyen mikrosebészeti lehetőségek vannak egy filorgégészetben. Gőzöm nincs van. Örülök, hogy a saját területemen áptudat tudok maradni, hiszen az is olyan sok anyagot termel, uh-huh. amit borzasztó nehéz ma már lekövetni. De kedves hát, hallgató, ugye amit te mondasz, nagyon remélem, hogy igazad van, de ennek is, tehát ki kell várnunk egy 30, 40, 50 vagy 100 évet, hogy kiderüljön, hogy melyikünknek van igaza. Na jó, van, addig hallgatlak. Ez egy jó végszó. És egyébként ebben azért benne van az is, hogy egyrészt gyorsabban fejlődik, és sokkal gyorsabban el is jut. Tehát, hogy régebben is megvolt az, hogy azért itt-ott megvoltak ezek a tudományos kutatások, meg felfedezések, csak lassabban jutott el hozzánk. Tehát most több is van, és gyorsabban is jut el. Hát iszonyú sebességgel. Jönnek a hírek, az információk, hát gyakorlatilag. Ezért mondtam az előbb, bocsánat, azt az afrikásat, hogy akkor is volt, tehát, hogy megtörténtek az események, maximum mi nem tudtunk róla. És maximum semmiféle hatással nem volt az életünkre. Mm. Az ég alatti világon, mert ettől még Hajdúdorogon ugyanúgy nőtt a fű. Mm. De abban a pillanatban, hogy mondjuk Hajdúdorogra eljut az internet, és ott van a háló, akkor megjönnek az információk, és lehet, hogy nagypapa egy nap fogja magát, és fölkerekedik, és azt mondja, megnézem már magamnak ezt az Antarktiszt. Mert mondjuk meg tudja nézni, mert mondjuk van rá lehetősége mondjuk anyagi szempontból, de annó ez még eszébe sem jutott. Igen, de szóval azért ez még ma is ritka. Persze, de a pakliban már sokkal inkább benne van, mint mondjuk 1897-ben. Igen. Talán itt érdemes elmondanom, hogy 2 hét múlva Rangoncai Gábor lesz a vendégünk, aki pont gyalog elsétált az Antarktiszra. Én nem tudtam róla. Ez nem egy ilyen előre megbeszélt, hogy akkor majd 11 előtt 4 perccel akkor beszélünk már itt az Antarktiszra. Tök jó fordulata lehet ugye annak, hogy a következő, egyik következő vendég ugye Rangoncai Gábor lesz. A megelőző műsorunk, hogy egy kicsit más szakmai betekintésre menjünk, azt kérték kifelé menet itt a rádióban, hogy kérdezzük meg, hogy ez a herbálozás, illetve a pálinkázás, mint nemzeti kultúra, most már mind a kettő a szegény sorsú Magyarországon olyan módon elterjedt dolog, hogy már lehet mértéket vonni, hogy milyen irányba halad ez a tendencia. A pálinka szerintem a szegény sorsból már jóval régebben kinőtte magát. És ez egy nagyon drága dolog a pálinka. Nem, és főleg a jó minőségű, abszolút. És most nem arról van szó, hogy ugye a magyar az mindenből tud pálinkát főzni, ugye a tetőcseréptől kezdve a cipőfűzön át, gyakorlatilag mindenre megvan a lehetőség, hogy pálinkát csináljon. De azért igen, hát egy jó minőségű eper pálinka, szóval ott azért az egy olyan összeg. De bort mondjunk, vagy sört, vagy hogy szokott ez lenni? Én azt gondolom, hogy az alkoholfogyasztási kultúránk. Ugye azért csak 8000 alkoholistánk van, és csak azért itt 8-ak vagyunk az európai rangsorban alkoholfogyasztás szempontjából, és hogy Szovjetunió, Ukrajna, Fehér Oroszország, azért Andorra, szóval jó, Andorra az oké, mert ott oda szívesen elmenne az ember, mert ott ugye 25%-a olcsóbb a pia, mert ugye ott vámmentesen lehet hozzáférni ez a történethez. De Románia, szóval azért a többi ország nem gondolom, hogy az, ami az embernek ugye itt a bakancslistán is szerepelne, hogy szeretne ott tulajdonképpen élni. Szóval jócskán iszunk. A herbál az meg rétegszolgáltatás. Itt a legutóbbi ilyen szegregátum felmérésben lehetett arról olvasni, hogy például vannak olyan települések ma Magyarországon, ugye itt a szegregátumban élőkről van szó, ahol a herbál jelenléte, és ugye ez alacsonyan kvalifikált populáció, funkcionális analfabéták 8 általános nem fejezték be című történet, 75%-os. A felsőfokú végzettségűek között
75. Igen, még egyszer, kórusban három, mondjuk ki, 1, 2, 3, 75. Na, hát most ebbe belegondol az ember, három generációs szerhasználó családok. 350-400 forint egy herbál. Itt mennyi a parkolási díj itt az utcában? 440. Aha, na én ahol meg lakom, ugye ott a belvárosban 525. Hát sokkal olcsóbb elszívni egy herbát, mint mondjuk egy órát parkolni mondjuk a Balaton utcába. Című történet. És alapvetően miről is szól? Megint erről a rohadt pszichoszociális gettóról, amiből benne él, a múlt nélküliség, a jelen nélküliség, a jövő nélküliség, a nem hozok otthonról semmit című történet, mert mit látok? És két generáció óta nem hozott otthonról hát semmit. Ha még csak kettő, esetleg talán még több is, mert ugye mit lát, van a munkának becsülete? Nincs. Van munka? Lenne, de hát mondjuk annyira alacsonyan kvalifikált vagyok, hogy nem tudom. Iskola nem érdekes. 7 osztály, 16 évesen, utána funkcionális analfabétaként élem az életemet, és miről szól a világ? A semmiről. Az alkalmi munkáról, a megélhetési bűnözésről, és a tudatállapot változtatásról, és ő biztos nem egy csík kokaint fog felszívni 20 ezerért. Ezt tuti. Hanem ő felszívja azt, amit, illetve elszívja azt a bizonyos herbát, és például a 50 ezer forint alatti családi jövedelem, nem átlag, családi jövedelemben 27%-os a kábítószernek a jelenléte. Baromi nagy adatok. És ugye ez megint miről szól, hogy tudunk ezen változtatni. Hát hogyan? Szóval mit fog ő otthonról hozni ez a gyerek? Mi kerül bele a puttonykájába ennek? 6 évesen, 8 évesen, 12 évesen, az, amit lát. Fog ő mondatot kapni otthonról, hogy kisfiam, ne akarjál olyan lenni, mint én, mondja lesz neki az apja. Menjél, tanuljál, amit tudunk, azt segítünk, de már ha ez a mondat elhangzik, akkor ma apa se az, ami a többi. És ettől a pillanattól kezdve, ugye, ugyanoda visszatérünk, és ugyanezt mantrázunk tovább. A gyerek is a viselkedési mintát fogja követni. Hát persze. Az én fiamról is szokták időnként mondani, és abszolút nem pozitív hangsúlya, ez a gyerek pont olyan, mint te vagy. Most mitől lenne más, nem? Genetikai részét viszi, minták egy részét viszi tovább. És ettől na jó, de azért van egy kis játék. Ezek az biofüvek, szintetikus kannabinoidok, akár tízszer intenzívebb hatással bírnak, mint a hagyományos THC. És ha netán a hallgatók között van olyan, aki látott olyat, aki ismer olyat, aki hallott olyanról, aki életében már elszívott egy marihuánás cigarettát. És nagyjából el tudja képzelni, ugye, hogy ennek milyen hatása van, hiszen a második sluk után már ott van a központi idegrendszerben, és így tovább, akkor a legújabb elmúlt 2-3 évben megjelenő biofüveknek a hatáserősségét mint pszichésen, mint testileg szorozzuk be 10-zel. És nekem volt olyan betegem, aki mit tudom, 25 éve szív, napi 3-at, napi 4-et, tök jól el van vele, jó, hát már kicsit ugye a mnesztikointellektuális funkciója, nem olyanak, hagyományos. Milyen funkciói? Mnesztikointellektuális, hát hogy tud olvasni, számokat fölismerni, szóval kicsit lassult a történet. Ő ugye füvezget, ugye marihuána függő, és bekerült kórházba azzal, hogy tök állatmódon szétütötte magát, és hát kézem, fasz, van öreg, hát mi történt? Beleszívott egy biofüvet cigibe. És ő, aki tényleg úgy ismeri a THC-t, hogy kívül belül, és volt már olyan, hogy rázuhant a világ, egy kicsit bepánikolt tőle, volt olyan, hogy okádott tőle, de... Addiktívabb is egyébként, de, jóval gondolom, nem? Ezt pontosan még nem tudjuk megmondani, de igen, az első, az legelőször megjelent ezek a JVH sorozatban tartozók, ezek azért jelentős addikciót tudnak okozni. És ugye visszatérve erre az egész történetről, ugye, amit a hallgató is kérdezett, szóval ez a biofű. Ezeket azért kezdték el annak idején a 70-es évek közepe felé idézőjelben előállítani, és itt nem illegális célba működött ezeknek az előállítása, hiszen ugye van ez a JVH, ugye ez volt az első, aminek JVH is van, egy szám volt mellette, ez egy John W. Huffman nevű fickó. Ő a Clemson Egyetemnek a vegyész professzora. Az álme az a Macrianis. A CP az a Charles Pfizer. Azt gondolom gyógyszergyár szempontjából ismerős. A HU, meg olyanok is vannak, az a Hebrew University, ugye ez a Héber Egyetem kutatócsoportja. Szóval ezek azért idézőben komoly szakemberek, és ugye azért kezdtek el foglalkozni ezekkel a szintetikus vegyületekkel, mert ugye a marihuánának, hatóanyagainak, a pszichoaktívnak, ugye a delta 9 tetrahidrokannabinolnak, és a benne lévő egyéb legalább 60 féle kannabidiolnak van orvosi hatása. Ez persze megint lehet ugye majd a beszélgetés folytatásra, amíg itt majd beleférünk, és azt gondolta például Huffman, hogyha a THC-nak van orvosi hatása, akkor a szintetikusan előállított idézőjelbe ütősebb cuccoknak
még intenzívebb hatásuk lehet. Uh-huh. Az sajnos a negatív kisugárzások. Igaza is volt, mert semmiféle medikalizációs programban nem tudott ez bekerülni, sajnos ez a történet. És Hoffmannal volt egy tök jó interjú, aztán talán a Los Angeles Times-ban, ahol azt mondta, hogy ha ő tudta volna, hogy hova fut ez ki, akkor soha nem kezd el szintetikus kannabinoidokkal foglalkozni. Úgyhogy ez a szintetikus kannabinoid, a biofű, a herbál című történet, és ott hagytuk abba, hogy Kínában ugye megfőzik a cuccot, 30 dekát behoznak, azt ugye szétporciózzák, vagy eleve megcsinálják cigaretta formájában, és ez nem egy bonyolult dolog, és akkor kedves fiatalok, most jön a recept. Ugye ez Borbás Marcsi műsorához hirtelen most átkapcsolunk. Ugye végig egy tálcát, tessék elmenni a Nemzeti Dohányboltba, csak az, aki szigorúan 18 év fölötti, aki nem, az kérjen meg egy nagykorút, hogy vásároljon. Számára mondjuk egy vagy két pakli cigarettadohányt, vagy pipadohányt. Hazamentek, szépen szétterítitek a dohányárut a tálcán, majd a dílertől megvett valamilyen szintetikus kannabinoidot, egy otthon anyánál rendszeresen használt acetonba föloldod, nem túl sokban, mondjuk ilyen 10-15 milliliterbe, kell hozzá egy műanyag flakon, kell hozzá egy szórófej, ezt beletölteni a műanyag flakonba, rácsavarni a szórófejt, és már csak annyit kell csinálni, hogy oda kell állni a tálca fölé, amin ugye ki van terítve a dohány, és a következő technikát kell alkalmazni. Ráfújni ugye ezt az acetonban föloldott szintetikus kannabinoidot, majd el kell menni otthonról, mert az aceton az kurva büdös, úgyhogy meg kell várni, hogy az elpárologjon, kiszellőztessen, és már is ott van a biofűvel impregnált cigaretta, amit elsodorva vidáman flyaway effektus lehet kapni, aztán persze lehet, hogy összefutunk. Ez azt jelenti viszont, hogy sokkal egyszerűbb. Ezt ráfújták még zöld színű fű, tehát petrezselyemre. Bármire, lapulevéltől kell, az orvosi zsáján keresztül. Bármire rá lehet. Az orvosi zsája azért jobb, mert olcsóbb. Olcsóbb hozzá lehet jutni, mint a dohányhoz. Igen. Persze, de a lapulevélet senkinek nem ajánlok, mert az nagyon büdös. Hát ennyi volt a főzd magad rovat, ott van. De, onnan jutottunk ide, hogy van az a két jó példa, ami kis országban is nem kevés. Hogy és akkor azt, három, és azt hallhatjuk. Ezek szerint egyrészt annyira addiktív a cucc, hogy nem tud lejönni, másrészt meg nem akar, mert minek jöjjön le, hiszen ennél jobbnál úgyse lesz. Igen. Neki. Na most ha belegondolnak abba, ugye alapvetően egy hét az áll 168 órából. Ugye azt gondolom, mindennyiunk hete 168 órából áll. Most ott van az a csávó, Tiszaroffon, és azt mondja, hogy az én 168 órámból 160 óra nagyon szar. Utálom az iskolát. Nem járok be. Úgy szar, ahogy szar. Anyám otthon ül, és nézi az Izaura tévét, meg a Joki tévét, tolja mellé a Ricsit, a Frontit, meg a Xanaxot, és ott ül a tévé előtt. Mi az a Ricsi? Rivotril. Ez csak itt a laikus kérdés, laikus testvér kérdésére válaszoltam, de hát azt gondolom, hogy itt a környező utcákban ezt pontosan tudják. A Rivotril, ez az föl kell iratni. Aha, 8-10%. Az is egy megoldás. 8-10%, az az utolsó megoldás, mert 8-10%-os fekete piaci forgalma van a Rivotrilnek. Persze, úgyhogy ez nem gond. Volt olyan patika Magyarországon, amelyik 1 euróért árusított a Svédországba a Rivotrilt. Na, igen, szóval térjünk vissza, mert mindig itten megszakítanak mindenféle laikus kérdéssel, itt a velem szemben a laikus testvérek, ugye ezzel az egész... Isten bocsássa meg nekünk! Ezzel a történettel, ugye apám az, hát valamit napközben esetleg dolgozik, vagy a körforgalma virágot ültet, ugye, mert az szokott általában a közmunkások sorsa lenni, vagy füvet vág, és most már ugye paravántartóból előbbre jutott ugye fűkasza kezelőig, ez egy fontos lépés, utána kocsma, este megy haza, üvölt anyámmal, anyám visszaüvölt neki, persze kicsit meglassultam, mert be van állva a cucctól, időnként verekednek. Viszont, amikor végre van egy kis pénzünk, akár onnan, hogy kunyerálunk, lopunk, eladjuk a szomszéd által, a szomszédtól ellopott biciklit, akkor viszont kurva jó, mert eladom 3000 forintért, veszek rajta 4 biofüves cigit, vagy 5-öt, veszek rajta valamilyen műanyagüveges piát onnan lentről, és még valami kajára is fussa. És akkor így el végre jól érzem magam. Na most erre mondjunk alternatívát. Hát rövid fiam, hát tanuljál, hát tanuljál, hát nézd meg előtted a világ. Meditáció, 5 év alatt megérzed a hatását. Így van, tudsz le, és itt tovább, és itt tovább. Szóval mit lehet erre mondani?
Szóval ez a gáz az egész történetben. Hát lehet hogy... erre mondani, csak nem lesz varázsütés. Na jó, de nincs varázsütés, de tényleg mit mondjon lesz erre az ember, hogy fiam, hát tanuljál, hát a tanulás, a tudásbázis, amit felhalmozol a fejedben, az soha senki nem veheti el tőled, és akkor stb. Jó, hát ez babra munka. Sokáig tart, sok felől kell támadni, millió szempontból, millió oldalról, csak iskola, közösség, csak társadalom, egyáltalán hagyja család. Ez a gyerek ezt az egész történetet? Hát vagy a szülők, ugye, hagyják ezt. Meg hát még a szülő hagyja, mert az szerintem ezt a gyereket örül, már, nem kell vele már messziről letolja, vagy magasról letolja, és nem foglalkozik vele. Akkor átkötésnek továbbra is a barokk trombita zene legnagyobb interpretátora, Moris André egy Telemann felvételt játszik nekünk. Vendégünk itt a harmadik utasban, Tiloson Zaher Gábor. Rövidesen visszatérünk. Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja. A vendégünk pedig dr. Zaher Gábor. Tudom, hogy nem meg az életúttal kezdünk, de hogy vezetett az orvosi pálya az addiktológiához? Nem vagyok addiktológus. Oké, akkor hogy vezetett az orvosi pálya toxikológiához? Az igazság, ezt nagyon unom, ezt annyira szerel mondtam. Ja, akkor hagyjuk. Muszáj erről beszélni? Nem. Jó. Köszönöm. És most már nem leszel toxikológus, addiktológus, narkológus. Addiktológus soha nem akartam lenni az éget. De ezek összefüggenek valahol. Persze, valahol mindegyik, nagyjából kémiai szerek, magatartási függőségik, és így tovább, és így tovább. Hát a toxikológiát művelem, mert tanítom az egyetemen, könyvet írok, könyvfejezetet írok belőle, szóval az egy ilyen komoly szerelem az életemben. Akkor azt egy picit elmondanál, hogy akkor mi a toxikológia, hogyha nagyon leszűkítjük erre. A toxikológia egy görög eredetű szóból származik, toxikon, mérgezett nyilvessző. Uh-huh. Ugye olyan kémiai anyagokról szól, néhány millió van csak belőle, amelyik a szervezetben negatív hatással bír, és tulajdonképpen olyan nincs is, ami ne bírna negatív hatással, legfeljebb ugye, és ez a toxikológia egyik alaptétele, hogy dózis teszi a mérget. Magyarán szóval van olyan, amiből mondjuk 8 pikogram per tesszük kilogram a halálos adag, van olyan, amiből pedig mondjuk 10.000 gram per tesszük kilogram. Na most, hát annyit nem tudunk ugye elfogyasztani, 10.000 gram per tesszük kilogrammi mennyiség, legfeljebb, ha ez már ránk esik, akkor az agyon tud bennünket nyomni. Ez azért is érdekes, mert hogyha ilyen nagyszerű, kifinomult módszerrel állítják elő ezeket az utcai szereket, hogy ugye egyszerűen ráfújják véletlenszerű oldás. Az készül otthon, ugye a Kínában van a minőségi munka, ez már csak világos, a... Világos, csak hogy ő nem tudja ellenőrizni, hogy mennyi kerül bele. Hát ez a gond a legújabb szereknél. Nem tudjuk, hogy mi van benne, és nem tudjuk, hogy milyen mennyiség van benne. Uh-huh. És hogy itt is, ha belegondolok abba, hogy... Meg mi lesz utána egy hét múlva, hogy, vagy egy igen, hogy, múlva. Hogy mit változott a világ? Mondjuk 30 éve az ember elment egy buliba, és elfogadott egy viccet cigit, abban mi volt? Marihuana. Színes tabletta volt az ecstasy, ugye olcsó fehérpor az amfetamin, a drága fehérpor a kokain volt, a barna por volt a hernyó, gomba, bélyeg. Ma egy tabiról, egy cigiről, egy csíkról, halványlag özön nincs volna. Hát az elmúlt 5 évben 350 újszer jelent meg a piacon. Azt a mindenit. Tessék, hallgatok! Sziasztok, Gábor vagyok, üdvözlöm a vendéget. Nekem van olyan kérdésem, így visszacsatolva a Herbál témakörhöz, ha mondjuk feltételezünk egy képzeletbeli országot, ahol a mély szegénységben élő szegregátum az mondjuk 400-500 forintos Herbálon tengeti az életét, és mondjuk abban az országban mondjuk legalizálnák a marihuánát, és mondjuk a 2500-as marihuánán mondjuk 1000 ér menne a piacon. Megjött az utolsó kérdés. Az is 500-al drágább, bocs. Igen, abból még kettőt tudok venni. Egyszerű matek. De van visszaút, tehát akkor csak azért nem venné meg, mert az nem 500, hanem 1000, vagy egyszerűen az már nem pálya a sima zöld a Herbál után, mert szerintem arra nem lenne pénze, ez biztos, mert ugye azt a kis pénzecskét is ugye elég nehezen tudja tulajdonképpen összekaparni, de azt gondolom, hogy annak a rétegnek, aki ma Herbált használ Magyarországon, a THC az nem pálya. A THC az teljesen másról szól, valljuk be őszintén, a THC az esetek nem kis százalékában azért egyfajta
értelmiségi, és most nem a függőségről beszélek, hanem az alkalmilag elpippantunk egyes Pangli című történet, az jóval inkább egy kicsit mondjuk magasabban kvalifikált, hiszen ugye abban az előbb említett általános statisztikában is, hogy a felsőfokú végzettségnél 0% volt a biofű jelenléte, de a THC-nak ugye a jelenléte az ennél sokkal-sokkal magasabb, már hát a nullánál nem nagy kunsz magasabbnak lenni, de ilyen 30-35% körül volt. Mint rekreációs dolog? Mint rekreációs dolog, nem mint függőség. Egyirányú utca, tehát innen nincs vissza sima, normál. Az a baj, hogy ebben a történetben nincsenek kétirányú utcák. Itt tulajdonképpen szerintem minden egyirányú utca, mert ugye ha most elmennénk itt a legalizáció felől, hogy legalizáljunk, mit változtat, mit nem változtat, én azt gondolom, annak is vannak természetesen előnyei, és vannak valójában hátrányai, de egy valamit alapvetően le kell szögeznünk, ezek is tök mindegy, hogy milyen vegyületekről van szó, mármint ami ilyen tudatmódosítószerekről, ezek mindben a veszélyforrás benne van. És most lehet, hogy nagyon érdekes dolgot mondok, de az alkoholban a legkevésbé. És most nem az, hogy most hányan halnak meg, és itt tovább, és itt tovább, de belegondolunk abba, ha itt most megtekernénk egy spanglit, és itt a velem szemben ülő hölgy és két úr elszívná, előre meg tudnánk mondani, hogy ez milyen hatással lesz rájuk? Könnyebben szerintem. Nem, mint nem könnyebben, szem. Mint mi? Hát, mint a herbálnál. Igen, a herbálnál akkor könnyebben. És lehet, hogy eddig már, és most nem akarok senkit gyanúsítani, ők szívtak 23-szor, és 23-szor tök jó volt, és tök állat volt, és rastafári érzés, színek, fények, hangok, röhögés, ellazulás, és a 24-re meg úgy érzik, hogy úristen, ránk dől a rádió. És a 25-re meg lenne egy THC okozta hiperemezés, ez a okádás szindróma, viszont az alkohol sokkal jobban tervezhető. Ha most itt szintén a velem szemben ülőkről van szó, meginnának mondjuk két sört. Pontosan tudnák, hogy ez milyen változást fog okozni? És jó, nem olyat, hogy az egyik az mondjuk 9 fokos Dead Rabbit lenne, a másik meg mit tudom én, valami 2%-os kis ilyen citromos Radler, hanem mondjuk egy átlag mondjuk 5%-os sörből kettőt meginnának, pontosan tudnák azt, hogy milyen változást indikálna az életükben. De ez nem a szabályozottság miatt van, tehát lehet tudni, hogy mert ha 10%-os THC tartalmú spangli, ugye, és ma már azért 20%-ot is eléri, szóval Woodstockban még 2%-ot szívtak a csávók, ma már ez 20%-ra ment föl, és ha ez a 20%-os spangliból ugye lehet, hogy 17-szer tök jó lenne, és 18-ra beütne, de a 5%-os sörből, hogyha kettőt itt meginnának velem szemben, biztos, mindig ugyanaz a hatás lenne belőle. És valószínűleg csak a 6-nál változna ugye jelentős módon az embernek a tudatja, lehet, hogy már hamarabb is, de itt is egy nagyon fontos dolog, ugye kábítószernél 0 mg. Mert nem tudom megmondani, hogy mit okoz. Azt mondom, figyelj öreg, ez csoki. Ez MP3, ez kréta, ez zene, ez kristály, ez penta, bármi, nem tudom, hogy mi van mögötte, és azt mondom, hogy itt van ez a sör, ígyuk meg, megisszunk kettőt, már is jó pofán adomázunk, jó, persze a 6-nál lesz csak meg minden csaj alapvetően, a 2-nél még ez nem szokott ugye az ember életébe bekövetkezni, de az egy keretrendszerben jobban belefoglal történet, mert az mindig ugyanúgy fog hatni az a két sör. Akkor is, ha vidám vagyok, jó, lehet, hogy lesz kis különbség, és igazándiból ezért fontos megint a keretrendszereknek a meghatározása, például alkoholból ne legyen harmadik. Mert ott van az a 16 éves gyerek, el fog menni a buliba? El. Fogod alkoholt fogyasztani? Hát ezek a mai fiatalok, mert mi bezegod, mi időben, ugye. Nem ittunk egyáltalán. És ha megiszik két sört, lesz tőle baja? Azon ki, hogy a szülő, ha meg tudja, meghal természetesen, hát egyel többször el kell menni a brunyálni. És akkor mi van? És a harmadik után, na ott kezdődik a baj, mert jön a negyedik, meg a leszarom érzés, és megyünk tovább a történetbe. Úgyhogy azért itt van különbség, és persze hát az alkoholt, ha ma találnak fel az alkoholt, akkor ennek kéne a világon a legszigorúbban őrzött titoknak lennie. Mert azért nagyon sok-sok nagyságrendet nem is tudok, hogy milliós, hogy talán elérte a milliárdot, családot, vercét, haltak meg emberek, és így tovább az alkohol miatt. De én annyiban visszatérnék még a herbálra, hogy pár évvel ezelőtt volt egy menete annak, hogy a 70-es, 80-as évek harlemi crack és heroin elterjedése valójában egy CIA-s kezdeményezés volt, hogy a leszakadó néprétegeket még jobban leszakítsák. Igen. És hát most, manapság, a globális kereskedelem korában... Finanszírozzanak külföldi tevékenységeket. Hát, szeretnék javasolni a fiataloknak egy jó kis sorozatot, 10 részből áll a vinil
című sorozat. Ugye egy abszolút ismeretlen csávó volt az, aki a zenét összeállította, nem tudom, mert a Mick Jagger nevű éppen most kórházba lévő. Szegény a szívével. És lemondták most ugye az amerikai turnéjukat. Az amerikai turnéjukat lemondták. Milyen szerencsé, hogy még, még tavaly kimentem Prágába, és ott végugráltam most már, nem is tudom, majd 20. Stones koncertemet, mert ezeket kihagyni. És még így is a felejtje meg Jagger 74 évesen azt a barzi nagy színpadot végigrohanta 2,5 óra. Na majd Iggy Popit jövő héten, amikor egy hónap múlva. Igen, Iggy Pop is tartósítva van szerintem, átvonítatva kellő mennyiségű szerrel, ami szerintem azért Iggy Popot mondjuk tartósítani tudta ebbe a történetbe. Szóval, hogy ugye az pontosan erről szól, erről a szerhasználati kultúráról, amiről itt pont az előbb beszélt, és azért most lehet, hogy olyat mondok, amit néhány embernek a lelki világába szépen bele fog taposni, de például tök érdekes, és ez is például a magyar szegregátum kutatásban benne van, és nagyon meglepő, és ez nem a rendszer ellen szól, már most nem a politikai rendszerről fog beszélni, de például azokon a településeken, ahol mondjuk megjelenik az egyházi iskola, ott még jobban széjjel húzódik ugye az ottani kis társadalom. Miért? Az egyházi iskolában ott van rendes épület, műfüves focipálya, kutyafüle, rókamája, varjuhája, stb. Az állami iskolába, hát kevésbé. És világos, hogy a magyar gyerek megy az egyházi iskolába, a nem magyar pedig marad ugye az államiba. Én voltam nem olyan régen olyan iskolába előadni, ahol 120 gyerek jár általános iskola. Ebből 119 roma. És a másik iskolába, oda pedig jár 3 darab roma gyerek összességében. És ez durván hangzik, és ez most nehogy bárki egyház vagy bármi ellenesnek, ez erről szól. És ott van ugye a falu szélén, a város szélén a telep, a Cinkapanna utca és környéke, oda milyen út fog menni? Földes, homokos. Meg fogják azt csinálni? Ez jó, nehogy bejöjjenek. Már persze, ez nem fogja őket megakadályozni, idézőjelben a bejövetelbe, de ezek azért nagyon érdekes történetek. És magam is mondom, meglepődtem, amikor ezt olvastam, hogy persze, most megjelenik, hogy egy iskola is lesz, rendes iskola, úszómedence, tornaterem, sportolási lehetőség, stb. Hát de azt nézzük, hogy volt az, hogy csináltak valamelyik faluba egy játszóteret, ahova be kellett volna fizetniük az embereknek, a cigányoknak, hogy bemehessenek egyáltalán. Igen. Tehát elképesztő, ami zajlik. De hogyha esetleg nem filmsorozatot szeretnétek nézni, akkor én ajánlom a Kokain című könyvet, egy nagyszerű darab, ami a kokain történetét dolgozza fel. És abban benne van ez a crack effekt? Nem, nincsen. Csak egy kis csomagocska van benne, minden könyvben adnak egy zacskót. A crack az egy nagyon durva történet. Pont van egy ilyen, hogy amikor írta a szerző ezt a Kokain című könyvet, akkor régi levelezéseket kutatott, és az egyik múlt századi levélben találtak egy csomagot, aminek már hát a hatóanyag tartalma nem volt, de hogy beszolgáltatta a hatóságnak, és ez rendesen egy New York-i könyvtárban volt iktatva. És hogy mennyiben másképpen kezdődött, szintén egy másik sorozat volt, ez a Sebész című sorozat, nem tudom, ezt látták, hogy igen, a Clive Owen játszotta benne a főszerepet, aki egy valós sebész játszott. Századfordulós történet. Igen. Ő például kokain függő volt, és ez tök érdekes volt, hogy az első évad utolsó részében, amikor megjelenik egy másik kollégája, még talán is sebész, és hozzász, hogy itt van egy újszer Németországból, ami kiválóan tud segíteni a kokainról való elszokásban, és így odaad neki egy kis üvegcsétő, mert az már nem, hogy diacetil morfin, más néven heroin. Második évad már erről fog szólni, ha lesz egyáltalán. Nem volt belőle a második évad? Hol? Annak a vége az, amikor saját magát megoperálja a csávó. Tényleg. Ugye. Mikre nincs idő. A sorozat az egy nagyon fontos dolog az emberek az életében. Az is komoly függőséget és nagyon komoly függőséget okoz. Igen. És ugye itt megint hagyd térjek vissza, ugye erről már beszéltem, hogy a szappanoperáknak ezért van jelentőségük. Mert az asszonyka nézi, és akkor gyakorlatilag olyan, és ugye szép helyen játszódik, szép környezet, nem szép emberek vannak ebben, lögdösődés, pici van, arra van egy kis soft sex is, kis ármánykodás, ilyen-olyan, nem olyan, nem úgy tulajdonképpen olyan kis oké, és akkor ott ül az asszonyka a tévé előtt, és akkor nézi, és ez neki baromi jó, és eljut Máriával a homokos tengerpartra, és Juan Carlosszal lovaspólózik, ami a saját pszichoszociális gettójából való kiszabadulást jelenti. Akkor térjünk át egy másik ilyen drogos műsorra, a Dr. House című sorozatra, ami egy borzasztóan izgalmas dolog, mert az orvosos sorozatok nekem a kórházaváros szélén törődött el. Úgy van ez az új típusú ópiátokkal? Igen. Mert Amerika. Amerika miatt? 2 millió függő. Sőt. 2 millió ópiát függő,
a... Most kér bocsánatot a cég, aki megölt, ugye... Ez a Purdue, hát itt, mondjuk ki. Purdue Pharma, igen, Sinclair igen. Család. Sinclair család. Sinclair család, ugye ez egy érdekes dolog. Tudtam, hogy ez a Sinclair család, és amikor tudom, 2 éve voltunk a fiammal Londonban, és ott a Batyogba elmentünk a Victor és Albert Múzeumban. Tök szép a múzeum, és van annak egy új szárnya. Ez ilyen leesik az ember álla építészetileg is. Képítette ezt a szárnyat? Sinclair család. Könyvtár, kórházi épület, amúgy az oxikontin, az ővék, a legtöbb halálos áldozatot szedő opiát típusú szer. És mondom, ez nem arról szól, hogy a csávót Harlembe tolja ott a feka gyerek, ugye véglással, nem. Ez a normál A4-es amerikai állampolgár, aki fájdalomcsillapítót használ, túladagolja. Például az amerikai orvosok az Egyesült Államokban, ha fájdalomszindróma miatt jelenik meg nála egy beteg, itt fáj, ott fáj, ott fáj, 97%-ban írnak fel kábító fájdalomcsillapítót. 97. Magyarországon 3-4%, az kicsit kevés. És szeretnék adni a hallgatóknak egy házi feladatot, nem tudom, van erre mód és lehetőség. Van egy film, az a cím, hogy Patriot Games. Ez az a fias játékok, ez a Boston Marathonról szól. Nem tudom, hogy látta-e valaki, érdemes megnézni. Hát ez amúgy egy igazi, Mark Wahlberg játsza benne a főszerepet, magára a sztoriról szól, meg hogy találják meg. Szóval egy ilyen jó kis 2,5 órás krimi lövöldözéssel, és aztán a végén persze az American Dream, ugye mutatják a valódi szereplőket, aki műlábbal végigfutotta, a kerekesszékkel végigtekerte, és a rendőrt, a kisgyereket, aki meghalt, és így tovább, és így tovább. Ez az, amikor volt a merénylet. A bosztoni maraton, amikor a szemetesbe fölrobbantották ugye ezt a két bombát. És ennek a 43. percén van egy tök érdekes mondat. Ugye Mark Wahlberg rendőrt játszik, és ugye a robbantás után ugye őt is beküldik sürgősség ösztön, láttak valamit, nem láttak, sapkás ember jött, ment, stb. És hogy ott veszi fel az adatokat, már remillió egy információ, nyögő, sérültek, stb. És oda megy a pulthoz, a nővérpult, és azt mondja, hogy te fáj a fejem, tudnál adni valamit? És akkor a nővér, az ő felesége is ott dolgozik ebben a korábban, szóval ismeri, és mondja, mit kérsz? Paracetamolt vagy oxikontint? Na most pici különbség, hogy a paracetamol, itt bemegyek a patikába, és azt mondom, hogy kérek szépen paracetamolt, megveszem. A másik, akár az oxikontin, oxikodon, vikodin, stb. Stb. Ez mind dupla recept köteles kábítószeres gyógyszer. Amerikában így bánnak ezzel a történettel. Csoda, hogy naponta több mint 100-an halnak meg. Csoda, hogy 2 millió függő van Amerikában. És az Trump elnök is kimondta, hogy opiát krízis van. És például nagyon megfette a kínaiakat, mert ugye a fentanilt, ez egy szintetikus opiát származik, azt ugye nálunk is volt egy ilyen fél kilós lefoglalás, ugye még a tavaly évben, hogy ott legyen irgumburgum, mert a fentanilt azt ott legálisan lehetett forgalmazni, és akkor ezek a kínaiak is egy csudapókok, gyorsan, hirtelen listára tették, gyorsan, hirtelen, mint 4-5 embert úgy hobbi szinten kivégeztek, ugye akik ilyen fentanillal foglalkoznak, és tulajdonképpen azóta már van karfentanil, és egy csomó egyéb más fentanil származik. Hát pont az előző kör végén volt ez, hogy tavaly évben 350 új drogot könyveltek el. Igen. Nem, ami, az 5 év alatt volt. Bocsánat, öt év alatt, de még így is elképesztő. Hát én, amikor találkoztam ezzel az átkönyveléssel, meg a listázással, az akkor volt, amikor a mefedron Magyarországon megjelent, és nincs mefedron. Miért? Nincs, mert listára tették, de van helyette a szürke porra, a kristályos kép, meg a én nem tudom micsoda, hogy változtatnak valamit a képletben, és már hozhatják, vihetik, rendelhetett csomagban. Igen, igen. Szóval a világ az nagyon szépen változik, és gyorsan pörög, és Kína ebből a szempontból hihetetlen jó, ha már metamfetaminból, ugye Európa ellátói, azok a csehek, és a metamfetamin laborok 90%-a Csehországban található. Telefonáló a vonalban. Egyébként erről is volt egy nagyszerű sorozat. Sziasztok, a Golyos vagyok. Az lenne a kérdésem, hogy azzal, aki nem tud esetleg semmitől függő lenni, sorozattól, alkoholtól, cigarettától, egyebektől, azzal van-e valami baj? Szóval, hogy ez a függésre hajlam, ez mindenkibe benne van, vagy pedig, most magamról van szó, mert tényleg, egyszerűen 2 darabot megnézek egy sorozatból, és már nem érdekel. Én alapvetően azt gondolom, hogy lehet szenvedély nélkül lenni, csak nem érdemes, úgyhogy hát akkor irány szabad csak így fiatalember. Jó, hát a mindennapi egysöröm az a szenvedélyem kb. 40 éve, vagy nem tudom, valamennyi. És az is az volt, hogy jaj, persze, most még majd mondták itt a aggódók, hogy most még csak 1 sört, aztán majd 2, aztán meg 5, nem tudom.
Azért alapvetően erről a mindennapi egysőről azért hagyáruljak el egy nagyon érdekes dolgot, ez az életének részét képezi, akkor szeretném megnyugtatni, hogy függő. Ettől persze még el tud élni nyugodtan 250 éves koráig, nem beszélve arról, és ez megint egy ilyen orvosi, valós történet. Tavaly a Lancetbe, hát az nem a blikk újság kategória, hanem annál egy kicsit komolyabb orvosi folyóiratról van szó. Megjelent egy felmérés, talán 170 ország, szóval nem olyan sok országban, talán 75 óta, szóval nem olyan régen, nézték azt, hogy alkoholfogyasztás és halálozás és különböző betegségek. És ugye az jól ismert, hogy mit tudom, napi 3 deci vörösbor, érszűkület megelőző hatással bír. Férfiaknál, nőknél 2 deci. Viszont az kiderült, hogy lehet, hogy érszőkület megelőző hatással bír, de emeli például a vastagbéldaganat kialakulásának a kockázatát. Magyarán szólva, a mérleg nyelve, magyarán szólva, előbb-utóbb mind meghalunk, természetesen én leszek itt az egyetlen, ugye hát helylakó, ebbe az egész történetben, de ez nem igaz. Magyarán szólva, a null tolerancia a legjobb megoldás az alkoholfogyasztásra. Hát de mondom, az egy sörtől a fiatalember nyugodtan elélhet, és majd 324 éves korában gördítsétek be, Tibi bácsi című történet lesz, mint ugye, ahogy itt a kereskedelmi rádióban gördítsétek be, Tibi bácsi című dolog, de a null tolerancia az, ami a legkevésbé bír rizikóval. Hát rendben. Köszi. Most egy nagyon rövid levegővétel Morisz Andréval, bár nem tudom, hogy lélegzik, de majd azt is megkérdezzük, így mielőtt rátérnénk az utolsó fél órára, a vendégünk Zaher Gábor, ez itt a harmadik utas a Tilos Rádión. Jövünk vissza. Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja. A vendégünk dr. Zaher Gábor, toxikológus. És van rögtön egy 215-37-73 a számunk. Parancsolj, kedves hallgató! Hello, Snoopy! Nem akartalak zavarni, csak az lenne a kérdésem, hogy megkérdeznétek-e az Zahert arról, hogy... Élőben vagy, megkérdezed-e tőle is. 30-50 ezer ember hallgat. Oké. Sziasztok! Hello. No. Olvastam egy cikket az egyik portálon, ami arról szólt, hogy a legsúlyosabb drogot az ember saját szervezete állít elő, és ez nem más, mint a szerelem. Valóban, sőt, végső soron az egy halállal végződő, nem úton terjedő betegség. Köszönjük szépen a betelefonást. A Rómeó és Júlia, nem? Is, igen. Na, igen. Szóval, hol hagytuk abba? Ugye Herbánál, igen, szerelem, ez nem volt kérdés. Egyéb függőségek. Ez jó, automat szerelem, az van odaírva. Az is lehet függőség, hogy állandóan a kocsiját bütykül, és akkor ezt kicserél rajta, azt kicserél, mit tudom én. Jó, hát mondom, tele vagyunk függőségekkel. De ez vajon a természet közeli népeknél is így volt? Tehát, hogy nem az van, hogy van... A szocializáció hozta meg? Hát alapvetően azt gondolom, hogy Pápua Új-Guineában a benszülötteknél a vásárlás függőség az elég ritkán előfordul. Igen. De ott a rituáléknak a rituálék függősége, tehát az életüket rituálék szerint állították össze, nem volt lehetőséged arra, hogy te vagy alternatívát keresél, vagy pedig egy ellépést ebből a rendszerből. Mert ott abban a rendszerben nőttél föl, és ezt láttad, és ezt vitted gyakorlatilag tovább, és ott azért, ott mondjuk pont ott a dohányzás, ugye ott Fülöp-szigetek, Pápua Új-Guineában a felnőtt lakosság több mint 75%-a, 15 év fölöttiek 75%-a dohányzik. Azt hiszen azért, de ezt a fehér ember vitte oda, bár ők régen füstöltek ugye a rituális célból pipával, és egy csomó akár olyan növényekkel, amelyek azért tudatmódosító szereppel bír. De azt kell, hogy mondjam, hogy a természeti népeknek a tudatmódosító szer használata, az nem a függőségről szól. Az messze-messze nem a függőségről szól. Parancsolj, hallgató! Szevasztok, Báró vagyok, és tiszteletem a kedves vendég úrnak. Üdvözlöm. Az én kérdésem csak az lenne, hogy mi az, hogy függőség? Tehát itt beszélgettek erről, hogy függőség. Meg volt ilyen kérdés, hogy a napi egy sör az vajon függőség, és a válasz azonnal megszületett, hogyha
napi egy sör, akkor bizony függő. De mit jelent? Amikor valami az életünk részévé vált, olyan szinten vált az életünk részévé, hogy tök természetes, hogy ez valójában belekerül. És most nem az, hogy most mit tűnik, reggel az ember föl kell lezuhanyozik. Jó, ez nem azt jelenti, hogy zuhanyzózás függőség, hiszen az mondjuk egy ilyen higiénés szertartásnak valójában a részét képezi, de ugyanez a reggel föl kell rágyújt, megissza a kávéját, ugye, utána még egy kávé, még egy kávé, még egy kávé. De akkor mi választja el attól, ami nem a függőség? Tehát az, hogy például könnyen le tud-e mondani róla, ugye ilyenféle definícióval. Én azt gondolom, hogy bármiről könnyen le tudunk mondani, mert a példa most én itt azt mondanám a kedves hallgatóknak, akik hallgatják a rádiót, hogy aki dohányzik, hogy most ugye 3-12 van, most szokjanak le a cigarettáról. Ez persze rá nem vonatkozik természetesen, ezt én most kifelé beszélem ugye a hangszoróba, azt meg tudnák csinálni. Jó, persze van olyan függőség, hogyha most azt mondanak, és Zeri volt egy rémisztő dolog, ez a Száraz November című történet, mert egy alkoholista abba adja az alkoholfogyasztást mondjuk, aki naponta, és mondjuk nem az egy sört iszza meg, hanem mondjuk egy fél liter vodkát betol naponta, akkor olyan elvonási tünete lesz, hogy akár 3 nap múlva meg is halhat ebbe a történetbe. Ott igen, van szükség valamilyen egyéb más külső segítségre, de azt kell, hogy mondjam, hogy a saját én erőnkkel, ha belenézünk abba a fránya tükörbe, és nem a smink, meg a frizura igazítás, meg jól áll-e a ruhám című történet miatt, hanem saját magunkkal szembenézünk, akkor tudunk változtatni. És ezért fontos, hogy merjünk ebbe a tükörbe belenézni. És a másik, hogy sokféle elmélete van a függőségnek, van részben az emléknyom elmélet, átsetsünk rajta, tök jó, tudjuk-e kontrollálni, hogy a hula-hoop karika, hogy a függő benne áll a saját függőségi körébe, amit nem látunk át 360 fokba. Látunk belőle egy torta szeletet, és akkor itt jön a drive-unk, a kívülálló, már úgy értem kívülálló, aki közel áll hozzánk, ismer bennünket, és rálát erre a 360 fokra, és amiről már beszéltem ugye itt a dohányzás kapcsán, ez a belső értékrend, hogy átalakítja a belső értékrendünket jelentős módon, hiszen ami nekem fontos, arra mindig lesz pénzem, paripán és fegyverem, és nézzük meg, hogy tényleg a dohányzás mondjuk a legszegényebb néprétek között is benne van, pedig ha mit tudom, valaki összeadná, hogy mit tudom, én hány forintot költ dohányáról egy hónapban, akkor lehet, hogy egy évben kijönne annyi, amennyiből teljesen valami más célt is lehetne teljesíteni, de nem, én függő vagyok, nekem ez mindig ott van a spiccen. Tehát akkor most újabb példákat hallottunk, de még mindig nehezen tudom szétválasztani, hogy függő vagyok-e akkor, hogyha nem tudom megenni a vasárnapi ebédemet úgy, hogy ne egyek utána desszertet, mert kikövetelem magamnak, hogy minimum egy darabka csokit, vagy valamit kell, mert nekem muszáj egy évek. Ez lehet, hogy éppen a vércukor szintjével van kapcsolatban. A testvérem, aki hisztériás rohamot kap, hogyha a héten nem volt elfutni. Na, az elén is így vagyok, meg azt hiszem, itt a szobában van más is olyan, aki hisztériás rohamot kapna, akkor ez nem mehet elfutni. Abszolút, a függőség persze. Definícióját még mindig keresem. Igen, mert gondoljon bele, amikor azt mondom, ha megnézi a magyar értelmező kézi szótárat, akkor a függőség az valamihez való ragaszkodás, valamilyen érzelmi viszony, vagy akár fizikális viszonyt is jelent hozzá. Magyarán szólva a függőség szót, és ha most megkérdezném, tisztelt kedves hallgatók, tessék szeresen elkezdeni sorolni, hogy mi jut eszük be arról, hogy függőség. Alkohol, kábítószer, szerencsejáték, dohányzás, koffein. Ugye legalább ebből az 5-ből 4 olyan, ami társadalmilag negatív. Senki nem szokta azt mondani büszkén, kiállna, emberek, alkoholfüggő vagyok, kábítószeres vagyok, szerencsejáték függő vagyok. Ezeket elítéljük, magyarán szóval van egy szavunk, amit eleve negatív előjellel használunk, pedig magának a függőségnek nincsen negatív előjele. És a szövegkörnyezetnek kéne mindig meghatároznia, de ezt a szót mi helytelenül használjuk. Gondoljon bele, itt van például az a másik szó, hogy valakinek beszólunk. A beszólás alatt mit értünk? Negatív dolgot nem, beszólunk. Lehet pozitívan beszólni? Hát persze, hogy lehet, csak megint egy olyan szavunk van, amit eleve elrendelten használunk. Vagy például lesz, és mindig el szoktam ezt a példát mondani, ez a rossz társaságba keveredtem. Nem, ez egy tök jó mentőmondat, én nem tettek semmit, a társaság tett mindenről. Használjuk ennek az ellenkezőjét? Jó társaságba keveredtem. Egyáltalán nem, úgyhogy eleve elrendelt szavaink vannak, amihez ugye társadalmilag negatív dolgokat passzintunk tulajdonképpen hozzá, és a függőség is erről szól. Ha azt mondom valakinek, hogy függő vagyok, akkor ettől a pillanattól kezdve ő mire fog gondolni? Alkoholista, kábítószeres, kávé, nikotin, stb. De másra miért nem?
Például olvasásfüggő vagyok. Ha nem tudok naponta olvasni mondjuk másfél-két órát, akkor nem érzem magam jól, című mondat. De jó, persze ennek is van patológiája, mert ha 16 órát olvasok naponta, és nem érdekel a világ, nem tisztálkodom, fölborul a normál, ugye, diurnális, ugye, napi ritmusom, hogy tök mindegy, hogy most nappal van, éjjel van, és így tovább, és így tovább. Szóval itt is a keretrendszereken belüli függőnek az tök jó keretrendszerén belüli függőnek lenni. Akkor köszönöm, a definíció még mindig nincs meg, viszont bátrabban fogom mostantól használni ezt a szót, hogy függőség. Köszönjük, hogy a telefonálás. 2-15-37-73 lehet vicces kérdéseket is feltenni, esetleg féligaz állításokkal szegény vendégünket már így belehajkurászni. De nem a kedvtelenségben, szerencsére a kedvét sosem veszti el. Ahogyan olvasom és hallgatom, azért ez nagyon jó esik. Ennyi dráma, vér és verejték láttán sem. Hát te mit sütsz, kis szűcs? Szervusztok, Gyuri vagyok, jó napot kívánok. Azért telefon csak, mert egy fél mondat erejéig fölmerült a száraz november, és annyi kiegészítéssel élnék száraz novemberrel kapcsolatban, hogy minden egyes alkalommal, legalábbis a pilosban, amikor erről szó volt, mindig ki lett hangsúlyozva, hogy nem az alkoholistán függőknek szól, hanem a másik egyéb társadalmi csoportnak. Igen, ez borzott fontos, csak nem biztos, hogy mindenki végigolvassa a hírt, hiszen Magyarországon jön a száraz november, az első mondat az, ami a lényeg, és utána hány hírt nézünk meg mondjuk az online világban, és ha netán az a cikk mondjuk három oldal, akkor hány százaléka fogja ezt az olvasóknak elolvasni? Másfél. Igen, nagyjából. Csak valószínűleg azokhoz a nagyon alkoholfüggőkhöz meg el sem jut a száraz november, tehát aki már belehalna egy száraz novemberben. Rahiból, amikor hallja. Statisztikailag kimutathatatlan az esélye. Hogy tartsunk száraz novembert. És november másodikán bezárt. Parancsolj, hallgató! Hello, sziasztok, jó napot, Roland vagyok. Azt szeretném megkérdezni inkább a mérgezéssel kapcsolatban, hogy valahol hallottam, hogy annyi nem csak egyéb ajzószerekből, hanem táplálkozás során annyi méreganyag halmozódik föl már az emberbe, hogy a mai holttestek nem annyira bomlanak, mint régebben, nem olyan gyorsan rothadnak, vagy hogy mondjam. Igaz, hogy most már inkább a kanvasztás megy, de erre van valami, ez valós a tényeken alapulhat, vagy csak legenda? Az az igazi jó kis bezzeg az én időben, amikor hamar elrohadtak az emberek. Köszi! Ez mindig ilyen nagyon veszélyes, mert ugye azt mondjuk, hogy kemizálódunk, meg mennyiféle méreganyagot viszünk be a szervezetünkbe, és így tovább. Nő az átlag életkor? Igen. Akkor van kérdés? Hát azért engem eléggé lesokkolt, mikor először elolvastam a tampon használati utasítását, és ott szembesültem a toxikus sok szindrómával. Igen, ez előfordul, viszont arról ne feledkezzünk el, ha például én egy gyógyszert beveszek, és mondjuk kialakul egy szövődményem, amit egyértelműen lehet kötni magához a gyógyszerhez, és ez nincsen benne a gyógyszerleíratban, akkor én beperelem az így gyógyszercéget, és 8 millió dollárt fogok nyerni rajta. De ha ő leírja azt, hogy kérem szépen ettől a gyógyszertől lehet vérvizelése, vagy lehet tamponsok, mert eddig leírtak, és itt azért nem arról van szó, hogy minden második nő tamponsokot kap, néhány esetet, ami egyértelműen ehhez ez egy jogi ehhez jöhet, attól a pillanattól kezdve azt mondom, kérem, le van írva a kockázata ennek a történetnek. Hát a klasszikus eset a ne tegyenek mikrohullamos ütőbe macskát. Igen, amit utána azóta már beleírtak, és holában szia, mond. Sziasztok, az ügyben keresek ezeket a Rivotril, illetve ezek a pszichológiai gyógyszerek, és az alkohol keverését, aki módszeresen kipróbálja, és hogy miért mondják azt, hogy pszichológiai gyógyszerrel alkoholt nem lehet fogyasztani. Sajnos én ebben a hibába csúsztam be annak idején. Többször is meglátogattam a Péterfi kórházat. Alkoholt módszeresen kevertem pszichológiai gyógyszerrel, és hogy erről mi a véleményetek, vagy milyen mechanizmusok zajlanak rá, mert olyan folyamatok történtek utána velem, amikre nem is vagyok büszke, meg nem is értem, hogy mi váltotta ki belőlem igazából.
Alapvetően ez egy borzasztó rossz kombó, ugye ez a két szállat, önmagában véve a Rivotrilnak megvan egy indikációs területe, ami mellé ugye alkoholt fogyasztani abszolút mértékig kontraindikált, tekintellel azért, mert a mellékhatásokat, illetve magát a gyógyszer hatását is jelentősen tudja fokozni. És világos, hogy ez valószínűleg ilyen bodulatkeltés céljából történhetett ez a dolog, ami viszonylag egy olcsó bodulatkeltési technika, de egyáltalán nem javaslom ezt senkinek, ha bár ugye sokkal olcsóbb, mert egyszerűbb dolog beszedni egy 2 mg-os Rivotrilt meginni, hozzá 3 deci bort, mint másfél liter bort megvenni, című történet, de ez most nehogy egy újabb pozitív recept legyen itt a többiek nem, felé, hogy akkor ezt lehet alkalmazni. Nagyon nem jó, egyáltalán nem jó kombó. Sajnos sokan alkalmazzák ezt ma Magyarországon, mert rádobja az emberre a leszarom érzést, és akkor nem érdekli semmi. De itt az idő is faktor. Köszi. Tehát, hogy milyen gyorsan tudja elérni a kívánt hatást? Hát azért az alkohol az egész jól föl tud szívódni, nem tudom, hogy itt... Hát csak amit mondjuk másfél litert megiszom, az nagyon hosszú idő. Ehhez képest, hogy egy kicsit hát ráiszom valami gyógyszerre. Ezt rohamivásnak hívják azért is, hogy a másfél liter az fél óra alatt becsúszhat. Szóval az azért nem egy ilyen különlegesség. Jó, nem a vodkából, persze, hát odáig már nem megy. De sörből az első kettő azért elég hamar. Az. Éppen jobb helyeken literes kors. Engedi, így van. Welcome drink. Így van, ez a welcome, és akkor direkt ugye a happy hour is arról szól, hogy... Pontosan. Nem mondom, hogy melyik sörözőbe le még vannak egy-kettő ilyen literesek, de vannak ilyen. De sőt, a klasszikus nagybaj volt, az ugye a 2,5 literes. Az 2,5 literes? A nagy, az óriási nagy, szinte a tülök méretű történet, és itt nem messze is van ugye egy ilyen söröző, ahol lehet ilyen gigasört kapni, amit olyan egyszerűen nem is lehet megfogni és meginni. Hát ez már inkább ilyen társasági szó. Persze, ez így van. No, mivel véget ér perceken belül az adás, hogyan fogjuk össze? A drog rossz? Nem, a drog jó. De ne használjátok. A mérgek rosszak. És mi a méreg? Bármi lehet. Bármi lehet. Ugye mennyiségtől. Magyar futball, szóval rengeteg méreg veszik bennünket. Csak és nem mondtok el azt a két jó példát. Úgy rossz önmagában, ahogyan van, hanem annak a beágyazottsága, be nem ágyazottsága, kibeszéltsége, társadalmi elfogadottsága. Tehát, hogyha például mindenki opiát származékon van, senki nem fogja azt mondani rá, hogy opiát, nem, akkor adnak neked még egyet, de most már van rózsaszínűben is meg. Megint. Hát ugye a gyerekeknek volt a Prozac korszak, amikor hány éves kortól lehet ilyen idegnyugtatókat, meg lassítókat adni a gyerekeknek, hogy így nehogy azt higgyük már, hogy valamit akarnak csinálni. Hát Amerikában. És a Prozac nemzedéke fölnőtt, ugye az volt az első, ami folyadékformában megjelent, és Amerikában több 100 hektoliter Prozacot ittak meg az emberek, és várták tőle a csodát, és tényleg segítenek ezek az antidepresszánsok, de önmagában bőve nem. Szóval sok olyan beteggel találkozik az ember, 15 éve szedem az antidepresszánsokat, és még mindig depressziós vagyok. És a probléma megoldódott? Nem. Már úgy értem, hogy a gyökerében igen, nem oldódott persze meg a probléma, hát anélkül ez nem fog működni. Ez bonyolult dolgok. Milyen egyszerű lenne, hogyha ilyen kemokráciában élnénk, és minden meg lehetne. Kemokráciában, igen. És kemotaxissal működni. Esetleg egy kis jövőkép programajánló még a műsor végére. Mit ajánlunk? Hol találkozhatunk? Hol lehet még meghallgatni a közeljövőben? Előadás, tévi, rádió, önálló YouTube csatorna. Nincs önálló YouTube csatorna, nincs Facebook, nincs. Alapvetően, hát igazándiból... Igény lenne rá. Lesz egy tárlatvezetés, de arra elfogyott már az összes. Ja, a lincs. Hú, az nagyon érdekes volt, amikor először elmentem, megnéztem, azt mondom, hogy fogok ilyen elő, akár 3 mondatot is elmondani. Nagyon furcsa, aztán úgy kezd az embernek megjönni, most már többször láttam a kiállítást, és úgy kezd az embernek úgy valami kis ihlete lenni, de azért valljuk őszintén, hogy hát ez nem százas az a csávó. Már bocsánat, hogy ezt mondom, nem akarok senkinek. Újabb bizonyítékát adta ennek, mert ezt eddig is tudtuk róla. Igen, de furcsa, de most már vannak elképzeléseim, hogy miket fogok mondani. Ugye ez áprilisban lesz. Lesznek fesztiválokon, oda meghívtak egy pár fesztiválra, ugye a Voltól kezdve a Strandon át, Fezen, EFOT, ahol mindenhol lesznek ilyen kis kommunikációs lényegű kis szeászok. Azt azért szerettem, mert az ilyen igazi, ilyen tornacipő, rövidgatya, pólós című történet. Szóval nem ez a klasszikus tévében, ott az ember fölöltözik, már hát
úgy igaz, tisztességesen, és akkor ottan próbál ilyen EU-konform keretek között beszélni, és ezért volt itt jó, mert itt egy párszor, bocsánat, egy-két szó úgy kicsúszott a számból, ami nem tudom, hogy van ilyen bizottság. Majd az NMHH sárga csekét megküldjük. Hát milyen? NMHH sárga csekét. Az, mert az ilyenkor itt hallgatják, és múltkor, amikor voltam kint Erdélyben, akkor ott is az egyik rádióban éneket mondtam, és akkor mondta ott is, hogy az ottani, ez a cég, ez hogy vajon hallgatja, de azt mondták, hogy hát hallgatják, de hát ezt most úgy csináltak, mintha nem hallották volna. A Big Brother. Azért nagyon várjuk, hogy legyen egy önálló YouTube csatorna, ahol ezeket lehet nézni. Csak az idő. Hát bizony. De amúgy az a legjobb, amit már mások csinálnak, hogy van két egy két sorozattal kérdezik. Igen. Lejár az időnk. De azért azt még mondjuk el, hogy mi gyorsan, mi köszönjük nagyon a vendégnek, hogy itt volt és okosságot osztott, az 1%. Így van. Tehát nagyon. Akkor jótékonysági felhívás következik. Ajánljátok fel adótok 1%-át valamilyen rászoruló civil szervezetnek. Mondok egy példát. Tilos Kulturális Alapítvány 18-00-24-54 2-42. Jótékonysági felhívást hallottatok. Én még egy könnyű programajánlóval megtetézném ezt az egészet. Most szombaton kölyök diszkót fogunk tartani a Nemde Bárban délután 4-től este 8-ig, lefelé nincs határ címmel. Minden kölyköt várunk erre a buliba, és a vendégünk kívánságára következzen a Kings of Leon együttes Sex on Fire című nótája, és ezzel búcsúzik mára a harmadik utas. Szervusztok! Küldjük mindenkinek, aki szereti.